Az a jelent is, hogy föl van építve. Tehát egy nem csak úgy oda van tév, hogy Nesze, itt vannak a szuperkatonák, hanem ott tényleg egy több hosszú perces felvezetés van. És amikor pont amikor megjelennek, akkor van ez a húba az meghatás. Pont elég ahhoz, hogy így felrúgja ilyen 2%-ra kb. a karakterek iránti érdeklődése. Mert csak aztán ez nem tart ki az egész filmben. És ugye a krokodil hát így, hát jó kedvében mindig megerőszakolja. De a kisrásznak ez nem tetszik. Erre mi a megoldás? Itt a kisrác, hogy álmában levágja a krokodilnak a... És így a, el is a krokodil kezdi... falkát és akkor én még... Ja, ja, tényleg eladni. ez így még... Ilyen. Igen. És el is kezdi levágni, csak hát idegvégződései még működnek a krokodilnak, és fölébred rá, és akkor gyorsan összevaratja az öreggel a farkát. és ez is egy olyan film volt, ami teljesen, hogy is mondjam, etalonná vált az ilyen sorozatgyilkosos filmeknél nálam, mert gyakorlatilag ott kezdődik ez a film, ahol egy Hollywoodi film véget ér. Elképzelem magam előtt a filmet, aminek hmm. az az utolsó képkockája, ami ennek a filmnek az első képkockája a Warner logóval, ami megalakul a Wolf Brigade, és így felvillan a vörös szem, és akkor jó a kurva, de anyát, de lát, de látni akkor ezt te... a filmet, tudod? Tehát, hogy Igen, így, és, akkor lehetne ez a szar Nem olyan jó, mert most a idegrendszerem nem biztos, hogy erre képes Nah. nem lehet befogadni. A gondolsz? Igen, igen, az ilyen magas feszültségre, meg ilyen, ilyen filmekre. Jó, igen, igen. <laughs> ja, a a pont pontosabban, igen, igen, igen. Igen, torture porn, igen. Van benne elég érzékiség, elég erőszak, elég dráma, szenvedés, mindenből van pont annyi, amennyi kell. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal már 127. alkalommal. A szokásos csapatból itt van velem Gergő. Sziasztok! És Jani. Sziasztok! És ezúttal egy három filmes adással készültünk. Ugye ez az az adássorozatunk, ahol minden egyes alkalommal egy előre kiválasztott tematika alapján mind a három résztvevő bedob egy-egy filmet, és azt a következő adásban részletesen kibeszéljük. Ugye ezúttal korai filmekkel készültünk, ö, méghozzá néz szerint Gergőtől a Crocodile, Janitól a üldöző, vagy eredeti címén The Chaser, tőlem pedig az Illang the Wolf Brigade című három film, három különböző évtizedből, ö, igen, egy kis érdekes kis társaság lett, és ugye ilyenkor a három filmes adások elején, Ugye mindig bedobjuk azt a következő tematikát és a három filmet, ami a következő adásban lesz, és a korai filmek után a következő adásban börtönfilmekről lesz szó. Úgyhogy akkor, Gergő, te milyen börtönfilmet fogsz megnézetni velünk a következő adásra? Ez egy. Ez egy. Ez különlegesnek is mondható, meg akár klasszikusnak is mondható film. Megvan Blu-ray-en nem olyan nagy a Blu-ray gyűjteményem, inkább azokat válogatom bele általában, amiket úgy vagy nagyon szeretek, vagy ilyen régi emlék, vagy valami különleges okom van éppen rá, tehát például, például, hát nem is tudom mondjuk, ilyen ritka filmeket, és néha beveszek meg a hasonló, ez azért van a gyűjteményemben, mert ez egy ilyen régi élmény, ezt még valamikor apám mutatta, még elég kicsi voltam, és egy csomó ideig egy másik filmmel kevertem, hogy ez most pontosan micsoda, meg hogy melyik. De most, amikor feljött a tematika, akkor visszaemlékeztem rá, hogy hát most igen, én a börtönfilmes műveltség terén nem állok túl jól, tehát láttam néhányat, azok közül talán egyik sem olyan, amit úgy a, a kedvem lenne bemondani, hogy most tényleg magamra vállaljam azt, hogy miattam beszélünk arról a filmről. Tehát, hogy ez a felelősség nekem lehet, hogy túl nagy lenne. Tehát láttam bizonyos, nagyon szarbörtönből szabadulós filmeket. Most a közelemúltban volt a The Time című sorozat, ami filmnek is tekinthető. A, igen, aki minden filmében meghal és a Snowpiercerben is játszik. Színész, <bink> igen, a Sean Bean az úgy nem számít filmnek, de az mondjuk egész jó volt. Ez meg egy egészen régi, most az évszám pont nem rémlik, de mindegy, is valaki tudni fogja. Ez a Sean Connery, Nicolas Cage-et és Ed Harris felvonultató szikla. <Szorítan> Ah. Na, kíváncsi volt, hogy mi lesz a vége. Nem hittem volna, hogy ez szikla, úgyhogy köszi, ez már jó Igen, meg tudod, ez azért is jó börtönös film, nem kijönnek a börtön, nem bemennek a börtönbe. Én ezt nagyon régen láttam, úgyhogy ez érdemes lesz, vagy jó lesz újra nézni. És nekem Egy is meg van Blue is hát Pacsi. Ez az, kocintunk, kocintunk fele. <laughs> jó, akkor Jani, te mivel készültél? Hát én nagyon vaciáltam három film között, de végül szerintem nem a nagyon mainstream-et nézetem meg veletek, bár most ez a szikló is elég mainstream, hanem inkább a közepesen mainstream-et. Uh, 2008-ban kijött egy film, amitől abszolút semmit nem láttam, mert számomra akkor nagyjából b kategóriás színészek voltak, ismeretlen rendező, uh, de adtam neki egy esélyt, mert mondtam, hogy uh, végül is egész jó pontszám volt imdb nek akkor még ilyen 1-2-3 ezer szavazattal, és az év egyik legjobb felmérménye volt nekem, és ez nem más, mint a Felon. 2008-as Felon. Fú, ez így nem mond semmit. Várjál most, néz, sem. nézek, nézek gyorsan egy magyar címet, úgy biztos Igen, mondani hogy. Igen, Igen, biztos. A, tehát az elítélt. Az ez elítélt. Egy, ez is, is egy, hogy a Vol ítélt azzal a pankrátorral. <laughs> ez a Volkir Mörs Sivendorf Börtönös, hát Kümit Trilla. ezt nem ismertem. Ez én sem, bár ez az elítélt cím, ez ismerős volt, de akkor valószínűleg nem ebből a filmből, hanem még... Annyira nasz a címe, de az angol címe és mindenféle címes nasz, viszont... Ó, ő... milyen izé masszív szakállal van. Igen, itt <laughs> teljesen izé kijött ki a szakásos szerepeiből, viszont a rendező az nem más, mint a Rick Roman Vaux, aki a Greenlandet is csinálta, meg a Góré című filmet, a Caller-t, ez jó, mert én a Shot fogom mondani. Tényleg? É, igen. Tényleg, én azzal készültem. Most ez így akkor jó lesz, mert nem is nagyon láttam még más filmjét. Most a Greenland-et már régóta meg akarom nézni egyébként, na igen, de Most nekem én más én a másik film a góri a Shot Color. Ja, az Hát akkor, akkor a... ezt elkaptuk. Igen. Egyébként az a Sát az a érdekes, hogy ugye, hogy így megjelent, és így igazából már-már egy ilyen tökre kis önálló kull státusza lett annak a filmnek. Úgyhogy ö, az azért érdekes, mert ilyen meglepően gyorsan emlékszem, amikor fölkerült Netflixre is, és akkor is itt, 2017-es, tehát nem egy ilyen nagy amerikai film, és így 2020-ban felrakták a magyar Netflixre, és ilyen toplistás lett meg ilyenek. Meg annyian is ismerőség... Lehet, le, hogy le, csak tónok 6 színész miatt, nem? Nem tudom, mert az, hogy annyi ismerősem is mondta, hogy fú, hogy ez a film, hogy ezt né néz, azért néztem meg annó is még 2018-ban, vagy 19 vagy csomó ismerősem, hogy mondta, hogy fú, van ez a film, és én nézem meg, és így, jó, megnézem, és tényleg jó volt. És ez ilyen érdekes kulcs státusza lesz szerintem egész gyorsan, még itt van egy csomó ismerős arc, de ez a tipikusan olyan film, hogy... Ez a ilyen filmekben a ismerős arcok háttérben. Igen, igen. Itt van de meg egy egy hogy... aki az összes ilyen drámában benne van. Tehát... Meg itt, itt a, a Jeffrey Donovan is, meg a meg a Lake Bell, meg az ilyenek, tehát akiket az ilyen kevésbé ismert filmekből, vagy tévésorozatokból, vagy ilyenekből az ember ismer. Melyik volt a legutóbbi ilyen film, amit néztünk, hogy végignéztük a listáját, és akkor volt egy csomó ilyen színész, akik így összefutottak máshonnan, Fuh. nem a, az egy igazán tühös ember volt olyan, hogy Jadon meg a, igen, ő, de, ő volt, de, de ő ott volt a, a, a haverok. Izé. Igen, igen, igen. És ez, ez is ilyen hasonlónak tűnik nekem. Még én a légbelt utoljára szerintem az izében láttam a az ügyvédes sorozatban, amiről valamikor csináltam még régebben a, egy, egy videót is, most már nem emlékszem. Ja, a Boston legál a jogi játszmák, utoljára abban láttam. Igen, Azt hiszem, Jeffy Donovan igen, tényleg. Az meg a az izé filmben volt, abban a, a vicceskedős horrorban, amit úgy bírtunk, mi is volt a címe a... A, a, a... Igen, amikor azt a párt elfogták. Igen, igen, igen. Aztán kiderült, hogy hát, igen, de Fú, ki most ki nem mondom. Meg Valamiért mondom. a tulajok ukrik be róla, de nem. nem. Nem az, hanem valami más. Nem a Bill Skarsgård volt benne, így megtaláltam. Igen, igen, igen. Hát meg egy Jeffrey Donovan-nel is. Az... Ja, a Willens, a Willens, nem? Willens, igen. Ja, megvan, közben megtaláltam. Ja, király. És a Breath of the -ben is benne volt, baszki, jó. Igen. Jó, oké, oké, okay, 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 Hollywood okay. körbeért. Hollywood is <laughs> pici, csak Korea. A, a körbe zárul. Jó, tehát és... akkor a következő adásban a szikla, a felon és a shot Igen, hogyha nem a sziklát választottad volna, hanem másik ilyen Recommend One filmet, akkor más lenne a tematika. Hmm. Igen. Igen, akkor az lenne tényleg, hogy igen, realista amerikai dráma tartalma. Nagyjából. E, jól van, de akkor ugye ebbe az adásba a korai filmek. És ugye azért, akik hallgatnak már minket jó ideje, azok tudhatják, hogy mindannyian szeretjük és szívesen nézünk korai filmeket, úgyhogy külön azért is érdekes ez az adás. E, és akkor a, kezdjük az én filmemmel, az Illang the Wolf brigade tal és ugye én ezt mondtam korábban az előző három filmes adásban, hogy ugye nekem ez volt egy ilyen bizonyos kapudrog ez a film a kórai filmekhez, mert hogy annól így megnéztem, és így fölnyitotta a szememet, hogy hát, hogy azért itt van a világnak egy másik része, amiből igazából még szinte oldbolyon kívül semmit nem láttam, és hogy ö, ilyen méretű, meg ambíciós filmeket csak úgy összeraknak zsibzsub Mm, és miről szól ez a film? A közeljövőben mm, Dél- és Észak-Korea újra egyesül, hogy fölvegyék a versenyt Japánnal, meg a közeli mm, világvezető hatalmaival, és ezt ugye a többi hatalom nem akarja, meg ott Japán, Japán, ott Kóreán belül is ugye vannak ilyen szeparatista egységek, és azoknak a fölszámolására, annak a szektának a felszámolására létrehoznak egy szuper elit katonákból álló alakulatot, és ez lesz ugye ez a Wolf Brigade, és ez az alapfelvetése a filmnek, és innen igazából tulajdonképpen egy ebbe a settingbe belerakott Jason Bourne sztorit kapunk. Aha, ja, ami aztán végül kifut egy, egy melodrámába, vagy mi? Igen, tehát hát, az, hogy de, tele van igen, melodrámával az egész, és az, hogy tehát azt akar, úgy akartam ezt a filmet felvezetni, hogy megkérdezem tőletek, hogy tudjátok, hogy mik azok a beta blokkolók. Azt hiszem hogy sejtem, de ne kérd, hogy sejtem. mondjam el. De, de tudod esetleg, hogy mi az, hogy bétablokkoló? Nem, hallottam ezt, de nem hm. tudom Én, pontosan. De a bétablokkolók az egy doppingszer család. <laughs> Ö, általában sportlövészek szokták használni, ezt azt csinálja, beveszed de ezt, akkor lelassítja a szívverésed és a légzésedet, és akkor ugye, ha céloznak, akkor sokkal pontosabban tudnak célozni. Na, ez a film, ez olyan, mintha az egyik Born filmet itt telenyomták volna ilyen bétablokkolókkal, és így full belassult volna. Oh. És, és, ugye ez az akcióknak tök jó tesz, mert lehet látni végig, hogy mi történik, de közben, amikor van ez a melodráma, az annyira lassú az egész film, amikor nem akció van, annyira lassú az egész, hogy tényleg egy kicsit olyan, már néha ilyen, azt vettem most így újra észre, hogy már kicsit ilyen nevetséges volt, hogy így annyira sok időbe telt, elmondtak valamit, és olyan lassan beszéltek a karakterek, hogy az volt, hogy néztem a filmet, és így elámosodtam közben, és eszembe jutott, hogy annól, amikor először láttam, akkor is ez volt, hogy egy kicsit néha elbúbiskoltam közben, mert így mond valaki, a szereplő együtt a másiknak, a másik meg vár fél percet, hogy válaszoljon. Hát, hát, egy tudod. ideig nekem ez pozitívum volt, mert nagyon szépen néha elismerült ilyen érzéki pillanatokban. Persze, ez a, a farkasos rész például. Az, az, nekem nem tetszett speciál, de az, amikor mondjuk ilyen egyes nitteig mutatták, hogy mondjuk a a áll fölcsön a fal, meg ilyes, meg a ilyen nagyon hollywoodi hangulatkeltéses volt, amikor bemutattak karaktereket, ugye a sötétbe felvillanó vörös szempár, meg ilyesmi. Ezek mind nagyon tetszettek nekem, csak amikor rájöttem így, így másfél után, hogy ezek nem a történetet szolgálják, hanem csak mint hogyha plusz pénzt kaptak volna, hogyha plusz 20 perc van még a filmben, akkor egy kicsit elengedtem a dolgot, hogy ez tényleg most már idegesítően időhúzás. És az, hogy igazából ez a film, tehát szerintem mint film, annyira nem jó, mint akciófilm, rohadt jó, mert ez a, tényleg ez az, hogy túl van nyújtva és föl van vezetve, meg tényleg ott ki vannak nyújtva a dolgok, az akcióknak azok rohadt jót tesznek, mert így tényleg ott, ahogy mondtad az elején is, amikor először megjelenik ugye ez az elit alakulat, és ott tényleg egy tehát az a jelent is, hogy föl van építve. Tehát hogy nem csak úgy oda van téve, hogy nesze itt vannak a szuperkatonák, hanem ott tényleg egy több hosszú perces felvezetés van, és amikor pont amikor megjelenek, akkor van ez a húba az meghatás. Vagy a másik hasonló remekül felépített jelenet az az akció a kilátott oranyban, ami szintén rohadt Jó. jól föl volt építve. Egy nagyon gagyi CJ jelenet kivétével tökéletes volt kb. Tehát ő tökéletes volt kb, de hogy úgy, hogy annak jelentek is plusz még, tehát azért tényleg egy 20 perces jelenet sor, aminből van egy 6-7 perc, ami csak a fölvezetés, ami, amin belül is flashbackek vannak, amik azt szolgálják, hogy ez a jelenet jobban működjön. És így Igen, az, na, az nagyon jól működött, csak közben annyira tényleg el van nyújtva az egész, és hosszú, és ez a... tehát Van egy ilyen túlírt sztori, ami annyira nem bonyolult, csak itt pont annyira lett megbonyolítva, hogy ne legyen annyira mégse kellemesen megcsavarva. És a butaságokat te le tudtad nyelni, vagy ti le tudtátok nyelni, mert néha annyira nagy bajoságok voltak, hogy fogtam a fejem. Ott Én. ott van egy ilyen, el, ilyen elit, harcos, gyilkos emberke, kint megöl négy emberből kettőt, majd bemegy valahova. És amikor kijön, akkor meglepődik, hogy lőnek. Igen. Igen, meg ö, nem mindegy, tehát először igazából annyit akarok az összegészébe, hogy tényleg szerintem ez a film, mint akciófilm, nagyon meg úgy tenni, mint a, rend, tehát a rendezés, meg az akciók, ahogy össze vannak rakva, csillagos ötös. Maga a film egésze, Látom, van benne, a ott van benne a potenciál, meg ahogy próbálkozik, az is tök jó, de itt tényleg itt félrement valami ezzel az egésszel. De ettől hát függetlenül nem. tényleg nekem egy kicsit ez tényleg az az egész, hogy mit akció, annyira jól össze volt rakva, hogy annól is, amikor láttam, hogy mondom, ezek csak egy zsip összedobnak itt ilyen filmeket, akkor mondom, milyen lehet még itt, ami van. Az amerikai mondat eszembe, hogy style over substance. Ez, ez, abszolút olyan volt, hogy, vagy, azért próbálkoztak valamilyen minimális csavaros történettel, de abszolút nem az volt a lényeges, hogy te most izgulj, vagy átérzed a drámát, vagy valami akármilyen is próbálkoztak vele, hanem az, hogy megvárd a három négy dolgát, amíg lesz egy opció Meg Szerintem nem is... igazán volt ez csavaros, őszintén szólva, tehát ez, ez olyan volt, hogy, hogy amikor mondjuk van egy, van egy akciófilm, ami így nem törődik azzal, hogy mi, mi megy a háttérben, csak nyomatja az akciót, és akkor mondjuk te így megállítod, hogy na most akkor ennek a képkockának mi a fasz értelme van, tehát aki ezen a képen van, az hogy került ide, mi a motivációja, miért lő éppen, ha éppen lő, és akkor elkezded visszakövetni, akkor egyszer csak rájössz, hogy hopp, ez fasság volt, és akkor a film, ez, ez a film, ez meg annyiban foglalkozott ezzel a háttérrel, hogy ezeket a szálakat ilyen gyorsan elvarta. Tehát ez, ez, ez olyan, hogy nem tudom, jön a, az ilyen ruhás kis csaj, akkor direkt feltűnő ruhában van téve, hogy ne kelljen róla többet beszélni. És akkor mivel nincs róla többet beszélve, az, hogy A-ból a B-be megy, amiatt, ahogy kinéz, az látványos, és a néző ezért emlékszik rá, ezért amikor előkerül, akkor ilyen kis lokális csavarként működik, hogy ja, most izé, és az egész többi, ami csavarnak érződik, az így van összerakva, vagy igazából itt csavar valójában nincsen, csak elvarta a háttérben a szálakat ilyen mechanikusan. Ez amúgy szerintem nem olyan történetét tehát... csavarta meg, hanem csak ott volt egy csavar, hogy ilyen tipikusan úgy kezelték, hogy... De igen, a, igen. Még, hogyha nem is volt felvezetve, mert általában ugye nem volt felvezetve ebbe semmi, csak a, a... a látvány elemek, ugye az, hogy jól nézzen ki, hogy valami megjelenik, de amúgy nem volt történetileg meg karakter szempontból felvezetve semmi, és a végén is ez a, nem spoilerzek, de hogy kiderül, hogy az egyik ember igazából valami teljesen más. És ugye az úgy, úgy van kezelve, mint egy csavar, még, ilyen amerikai igen. módon el is mondják szó szerint, hogy ő nem az, akinek hitted, kb. így. De mondjuk szóval... az, az rohadt jó volt az a Duma, amikor mondja, hogy a... A, a farkasos? Kik, tiszt igen, hogy, hogy nem uh -huh. ö, ö, emberek vagyunk farkasbőrben, hanem farkasok, emberbőrben, és akkor a gyerekek... Az, az, az fel, volt. Az valami kínos valami volt ez szépen, ez szépen, az jó, de hogy nem tudom, nekem működött, tehát hogy nyilván de, de nem... Uh, nekem azért működött, mert utána tényleg, ami van megint az, az akciójelenet, amikor a gyerek ott megy a páncélba, és legyap mindenkit. Az mondjuk nagyon király volt szerintem. Hát ez de is, ez is, nem is nem kicsit ambivalens. Igen, nem. de szerintem, szerintem az a jelenet, abban az volt, tetszett nagyon, tehát technikailag nagyon rendben van, oké. De az, hogy tényleg, hogy itt tök jól tudta érzékeltetni, hogy milyen, amikor itt van X mennyiségű átlagember, meg egy ilyen ember, egy ilyen szuper kiképzett katona, egy ilyen baszom nagy fallautos páncélba, és darálja le őket. Ja, amiben valamiért tudott futni úgy, hogy öt ember hozta külön-külön ládába az összes óhállemet. Igen, hát elején futópadozat láttuk. Ja, megvan magyarázva tényleg, csavar. A vége az full olyan volt nekem, mint egy játék, egy videójáték, ilyen FPS. Ez az egész játék, akarom mondani, az egész film kicsit olyan volt, mint egy videójáték. Jó, de hogyha ez egy videójáték lett volna, nem jutok el a végéig, mert kikapcsolom. Hát, Ennyi hogyha ez egy videójáték vissza lenne, vissza. akkor nem jutna eszembe róla, hogy ez egy film, de <laughs> fordítva megtörténik. Ez e. így, és lehet, hogy ez egy, egy nagyon életű, átvezető videó, egy videójátékban. De egyébként annyi kontextust egyébként a filmhez, azt nem tudom, hogy te tudod, de hogy ez egy mangának az adaptáció, amiből van egy anime is. Igen, igen, igen ami a, és a, és a mamoru... igaz? Igen, igen, igen. igen, igen. A, ilyen és hogy nem láttam még se a animét, se a mangát nem olvastam. Ilyen szinten is viszonyítási alapom, de hogy azért kíváncsi lennék, majd a animét biztos megnézem. Egyébként azt mondják, hogy az jobb is, mint ez. Hát egyébként ezt én is vélelmezem. De ugye, akkor, akkor érdekezem, mert hogy ebbe pont, hogy, tehát, hogy az a dolog volt igazán jó a filmben, hogy élő szereplős, és hogy a, tényleg úgy a rendezés, meg stb. Tehát, hogy ha ez ugyanez a sztori, akkor így, oké. Hogy elhisztek nekem, hogyha ez hollywoodi film lett volna, ez most nagyjából egy ponttal több lenne a n Hát az elképzelhető egyébként. De lehet, hogy ezt a véleményt, amit most mondtam, ezt csak a hollywood iránti utálatom szülte. És egyébként... Az lehet? Nem, 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 meg egyébként <laughs> tudod, egyébként, és a, a, azt látom, én is amúgy, hogy nem, tehát abban igazat adok, hogy szerintem is, hogy egy ponttal több lenne, és azért, mert hogy néztem ezt is a filmet, és az volt az érzésem, hogy, hogy ilyen filmet, ugye, hogy milyen fasz, hogy még csinálnak. Mert hogy Hollywoodban ma már ilyen filmet nem csinálnak ilyen produkciós háttérrel, mint ami ennek a filmnek volt. Igen, mert nagyjából 15 évvel ezelőtt nagyon sok ilyen film volt, viszonylag sokba kerülnek ezek, és akkor egyik sem hozott nagy sikert, vagy nagy Igen. anyagi sikert és akkor így leálltak, ugye az is egy hullám volt Hollywoodban. meg úgy általánosságban az, hogy a, a melodrámának egyébként az egy ilyen fejlődése volt a maga története során, hogy az akciót azt kihagyták belőle, úgymond, és akkor most ez olyan, hogy igen, én most a, a melodráma felől közelítek, de annak tényleg volt egy ilyen evolúciója, hogy egy darabig nagyon akciós volt, aztán most majd, ha előveszünk egy melodrámát, ami nem olyan gyakori már arra arrafelé, mert ugye inkább a, az akció az, az így kiköltözött minden másból, és akkor teret szorított magának, meg egy-két másik műfajt bekeberezett, és akkor akkor most ez uralja Hollywoodot, de amikor még a, a melodráma úgy nézett ki, hogy akció, stb, és a többi, és utána megszabadult tőle, most már olyan a melodráma, hogy be kell szarni olyan lassú, tehát, hogy abban már semmi akció nincsen, egy ilyen tételes tagadása lett a, a régi melodrámának az új, és akkor erre igen, és a... nem táplálják most az a baj. igen. Igen, igen. És amúgy egyébként, és ami meg olyan, mint ez, hogy akcióval párosítva, igazából az utolsó, ami még sikeres is volt Hollywoodban, az a Born trilógia volt. És így azóta uh. ilyet nem nagyon. Ne, nekem mondjuk a Nikolász Kégyes Bankok Dangerous, ha jól emlékszem, az Veszélyes Bankok című hát, nem látom. Ahol, ahol mindent túltoltak szóval. az túl, az meg túl Igen. akció, de nagyjából ugye ez a feeling volt ott, hogy, hogy, egyik részben még így izgulsz, hogy már mert azért jó, jók voltak ezek az lettek, hogy ú, ez azért elég izgalmas, meg faszai, és akkor egyszer csak jönnek olyan hogy ez mi? Egy, így belecsöppensz egy drámába, csak itt nem volt semmi alapja ennek a szelmi szállnak meg semmi. Igen. Na, Na most erre a létrejtőkézben a... az beleszeret azért, mert hogy a szeme láttára halt meg magukra? Vagy mi Igen. volt itt az alap? Nem értettem az érzelmi köteléket. Hát tetszett neki a csaj, hát. De fordítva, <laughs> fordítva. Igen. Igen, vagy fordítva. Igen. De, tehát, tehát, tehát ilyen... Az tényleg, tehát az volt, hogy üres volt az a része a filmnek. Tehát az teljesen üres volt. A szerelmi szál. Hát ugye ez egy ilyen steril, steril igen. szerelmi szál volt, de egyébként. Igen, jól elment ez egy jó szó, nagyon steril. Igen, megszerettem, mióta meg Doki úgy nevezte a dűnét, hogyha most ezt fogom turroktatni, nem tudom melyik másik hülye kifejezés helyett, amit most. Na a dűnét a impotensnek nevezném, bár legjobb filmnek nevezném. Jó, igen, szóra. most én ti ketten ilyen kurva jó szavakkal illetitek a dűnét, én meg így érzem, hogy lehet, hogy félreértettem azt a filmet, mert rohadt szeretem. Na mindegy. Nem baj az. Ja, jó, 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 én nem akarom. Lehet, hogy te is az akadémiának a tagja vagy, aki szavazott rá. Jaj, na jó, jó, azért nem biztos, hogy nekem mindent el kell viselni a mostani, főleg hogy az Oscar, na jó, ilyen. De még a, erre a filmre azért csak úgy általánosságban. Most néztük nem régében az Army of the és ugyanazt mondom, amit arra is mondtam, hogy az elején két szóban összefoglalják a premisszát, és ez tipikusan mint ahogy az Igen. is, egy olyan film, amivel kapcsolatban jobban érdekelne az, hogy a premisszáig hogyan jutnak el, semmint az, hogy mi történik utána, tehát ami a filmben az történik, a, tehát ez így... Az a film elejé introval, ott azzal a menő ilyen animált bejátszásokkal, a fölvázolják, hogy mi van, tehát az tényleg a legérdekfeszítőbb jelenet sorra a filmnek. Igen, Most, hogy az... tényleg az ilyen Zack snyder hogy... Amúgy azt a részt, az külön lehetne, ahogy egyébként az Army of the Dead-ből is elemezni, mint egy, ilyen, mint egy ilyen narratív kísérlet a kísérleti filmben, vagy nem tudom. Tehát egy ilyen érdekes, ilyen izé gyors talpaló összehányás mindenről. Meg amúgy tök érdekes, hogy, ahogy összeírták, hogy hogy igen, akkor ott Oroszország, meg Kína, meg, meg Amerika, és akkor izé, Korea újra egyesült, de akkor belső viszály, mert a, az erőszakos újraegyesítésnek jön egy, egy ilyen ellenhulláma, akkor létesítik a, Special special unitot, akkor utána a special unit random legyilkol valakiket, amit nem értek, hogy hogyan, hogy az miért történt meg, mindegy, és akkor ezért feloszlatják, és akkor akik abból maradnak, abból lesz a Wolf Brigade, és akkor izé, tehát figyel, elképzelem magam előtt a filmet, aminek az az utolsó képkockája, ami ennek a filmnek az első képkockája a Warner logóval, hogy a, az a vége, hogy megalakul a Wolf Brigade, és így felvillan a vörös szem, és akkor jó a kurva, hát Látni akkor nem, ezt te... a filmet, tudod? Tehát, igen, és, akkor lehetne ez a szar folytatást. Igen, vagy, vagy, a jó folytatás, tehát attól, függ, is az, attól tehát függ, ez Még nem, ez az a baj, hogy tehát itt felvetnek egy csomó mindent, aminek amúgy ennek a filmnek magának a cselekménye azért nagy ráhatása nincsen. Tehát az, hogy itt korábban ugye hát mondják, hogy ez, tehát az, hogy azt mondják, hogy korábban ugye megölték a ártatlan lányt, és ezért most már csak a Wolf Brigade van, vagy annyit mondanak, hogy az elit katonák a Wolf Brigade, az mekkora ráhatással van az egészre. Tehát... Tehát... Ször, csak és elég, én vagy ezzel ször, csak érdelek, érdelek, és a mellett hogy ez marad meg benne, és ezen a azt, és próbálod ennek a Igen. kapcsolatot megtalálni, az ellen, amit a film mondott, hogy ez szólni fog. És... Mint annak a Godzilla film a 2014-es, hogy Godzilla van a címben, hogy minden, de igazából nem sok köze van. Tehát ez utolsó, harmadik. Igen. Hát meg ugye ez a újraegyesítés, a... és itt is itt ez a szeparatisták, meg hogy e, újraegyesül Kóra, és akkor ott van, amúgy a filmnek az nagyon jó megoldása volt, hogy itt mindig kiírták, hogy ki, ki, ki szerepel ott. Az amúgy és nem az ártott, érdekes az, az, az nagyon és jó volt. Az, az egy jó fejség volt, mert tényleg így, most itt megjegyezni, melyik fő titkár, így se sikerült, de így megkönnyítette a dolgomat ettől függetlenül. Hát tudod, ez kb. az a kaliber, mint hogyha a dűnében csinálták volna ezt, ahelyett, hogy a film egy lenyomják a, a nyakadba információ öntést. Én mondtam, hogy ez, olyan, mint a Jurassic Park három elején, a kírják, hogy Izla Nublár veszélyes. Igen, ez, ez nagyon veszélyes. De amúgy tényleg, tehát ez, ez a múgy... államfőtitkár is. És... Na akkor ettől tartani kell. De különben ez az, az intro, vagy hát felvezetés, vagy premissa, amit a film elején ilyen fenszín meg van csinálva, ez egyébként úgy is értelmezhető, mint egy ilyen veszélyes kiírás. Tehát, hogy ez így, nem tudom, leteszi de a premisszát, hogy mit kell van, várni. Érdekes. Bocsi, még egyszer. Hogy nem veszélyes kiírás, hanem az, hogy érdekes. Ja, ja tényleg, tényleg. Tehát ez a, az a film most, ez érdekes. Meg ez olyan, hogy megveszed a, a mozi jegyet, és így a, amikor a terem felé irányba állítanak, akkor csak annyit kérdezel, hogy merre van az érdekes, és akkor úgy, úgy, úgy arra. De amúgy a, így erre az egészre még egyszer, vagy egy, másik szempont szerint, hogy ha én így vizionálok egy, egy előzményfilmet ennek, csak hogy most ezer még egy kicsit, akkor az, az, az egy nagyon a koreai filmek stílusához, vagy az általános, nem tudom, hogyha lehet őket egy ilyen zsánernek venni most itt a magyarázat kedvéért, akkor a, az általános ilyen ikonjaikhoz, amik, amiket mostanában használnak, főleg az ilyen filmekben, rohadt jól hozzá stimmelne. Tehát akkor ott az lehetne, lehetett volna, vagy lehet még a jövőben egy ilyen jó kis rendőrös sztoriból kibontani, mert imádják a rendőrös sztorikat az izében, meg imádják ezeket a, ezeket a belső konfliktusokat és visszájukat. Tehát, hogy egy, egy a, a premisszája az egy olyan komplex, nagyon fasz a narratívát ígér, ami, amiért én nem tudom. Tehát, hogy az nem mondom, hogy hardba mennék érte már ezért, mert kicsit nasz, de mindegy. Tehát, hogy ez sokkal ehhez, ahhoz a premisszához képest szinte minden inger szegény a világon, és leginkább ez a, a, az a film, ami igazából kerekedik belőle. És tehát nekem először is, meg most, amikor másodszor az ismétlés igényével kicsit átnéztem a filmet, ö, ugyanaz volt az élményem, hogy hogy ez KB ö, a végig unatkozom típusú film lenne, ha nem lenne ö, úgymond ö, lelassítva, tehát nem lenne annyira visszavéve az akcióknak az agyonvágott részéből, ami máshol az egészet elrontja, és nem lenne úgy megkoreografálva, hogy, hogy menő legyen. Ö, és ha nem lenne benne ez a ez a szerelmi szál, ami oké, okay, hogy nem működik, de, az a, de pont annyira nincs rá alap, mint amennyire az akciókra se. Tehát ha az ember akarja, akkor azért valamennyire ki tudja találni, és a, és a megalapozottság is olyan, hogy hogy oké, okay, most így volt, de hogyha neked nem tetszik, hogy szerelmesek, akkor a végén kapsz egy másik forgatókönyvet, amivel el lehetsz, hogy, hogy akkor ez jó, ez így, így volt igazából, na mindegy. Tehát, hogy így a legitimitása nem kezdhető ki annyira, ezért azt mondom, hogy oké, okay, ez jó, ezt lenyomták a torkomon, benyelem, mert sok más dolgot benyeltem már, és de még ez is, mondt hogy nem az, hogy de még ez is, hanem hogy ez pont elég ahhoz, hogy így felrúgja ilyen kétszázalékra kb. a karakterek iránt érdeklődése, mert csak aztán ez nem tart ki az egész filmben, és főleg nem akkor, amikor, amikor az van, hogy mondjuk felvezetik nagy komolyan a, a, a premisszával a, a Wolf Brigade-et, és akkor elindul a film, és két perc múlva itt a Wolf Brigade. Tehát, hogy én értem, hogy, hogy mi van, de így a, a jelentőségük nem olyan nagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy már azokat az attribútumaikat, amik kell később ők ilyen hatással megjelennek, azokat már amúgy is tudtuk, hogy lesz nekik, tehát hogy má, már a Warner logóval egy időben felvillant a szemük, és hát mi más, mint ez a felvillanás, ez nem hatásos, de így én értem, tehát oké, okay, megjelennek meg minden, és akkor de az a baj, hogy... Tehát ez, ez ezek a felvezetés... Tehát, ...érdekesebbé tenni utána. Mert meg volt az, hogy mm. ezek tök menők, és utána hogyha megkapták volna a figyelmünket bármilyen szintű mélységgel, akkor nem lenne szerintem problémánk, csak teljesen engedték ezt a szát, és kaptunk ezt, ezt a drámát, ezt a megalapozatlan drámát. Igen, szerintem is. Meg a másik, hogy a, ezek a katonák, akik itt vannak, ezek ő, hát önellentmondásban vannak azzal, ami, a, akik is amire jók. Tehát, hogy vannak ők nagyon durván kiképezve, illetve vannak az ő páncéljaik, amik nagyon durvák és nagyon nehezek. Már most, ha ők viselik a páncélt, akkor futni még talán tudnak, ám de a kiképzésük során felszedett skijeiket használni nem tudják. Tehát, hogy ugrani, na az már, na az már necces, de és akkor bukfencezni, na az már... és, nem és közben pedig pont amikor ott gyakorolnak, ott a gumilövedék, pontosan, tehát, fúrva, hogy a szaltó, minden. a szaltó átgurulnak a, a minden az fotelen, de aztán ez, felveszik ez a ez páncélt, és... Talán... Ez pont olyan, hogy jól nézett ki. És jól akkor, ugye, akkor ott, ott egy ilyen akciót is bele a filmbe. Igen, igen de... mint a Tomb Raiderben, annak idején a robotos jelenet az a gyakorlat, hogy hú, de kivel ez ott az ott a legjobb része a filmnek, és talán semmi sem volt olyan jó. <laughs> Egyetlen a filmben is majdnem. <laughs> ez is így igaz, Én csak itt a... Egyetlen A, legvégén. a, hát a meg egy... hát, Igen, meg egyébként, jó. akinek a akciójelenetek tetszettek ebbe a filmben, annak tudom ajánlani a tökéletes katonának a harmadik részét. Én a, a Terminátor a... egyet. A harmadikat. Uh, tényleg nagyon jó akció mondta mondtál Igen. Én engem, engem arra emlékeztetett ez. Ö, és tényleg még annyit, még kicsit, tényleg nem így egy kifejezetten jó film, de ha valaki tényleg egy fasz akciót akar, nézze meg, mert csalódni nem fog, és kicsit csak az tényleg azt a tornyos jelenetet még értékelve, az tényleg, tehát a, tényleg van egy gagyi CGI rész, megér fizikát, meg az utoló pillanat, az tényleg gagyam, meg gagyi, gagya, <gagy> meg, meg az a fizikát, meg minden, meg szemöldök felhúzós, de azt leszámítva az egy szinte tökéletes 20 perc. Úgyhogy van benne egy autósüldözés, Amiben nem hagynak el egy parkolót, és mégis egy olyan autós üldözés, amihez hasonló tényleg éjjel nem láttál. Az, az nagyon durva egyébként, tehát tényleg az akciókat meg kell hagyni, és azok nagyon szépen meg vannak koreografálva, hogy, hogy az értelmükről az ember elkezd gondolkodni, az nem jó stratégia a filmrevezetéhez, de az biztos, hogy nagyon jól néz ki. Tehát az, azt alá kellene írni. a dolgát a rendező úr ilyen téren. Tehát a, és mondom, az a egész tornyos rész, az pont az, hogy ott föl van vezetve szépen, ott elkezdődik az akció, és tényleg, hogy egy torony, gyakorlatilag kiúzanak parkoló kocsikkal, minden, és így azzal fejeződik be, hogy ott a srác meg a csaj, ugye elsétálnak a háttérben a robbanó kocsival, és így. Ezt így 20 perces rövidfilmként kiadják, így azt mondom, hogy jó napot. Hát ez meg az is, ez a hogy ezt csináltak meg először, és utána mentek oda a stúdióhoz. Igen, annyira fasz, hogy csináltak köré egy filmet, itt van pénz. Tehát... KKB egyébként, tehát ez a, ez a rész ez nagyon elegáns. Tehát meg, ebben, meg ez is olyan, mint amit egyébként a Last Duel-nél mondtam, hogy én nem hittem, hogy engem ilyen típusú akcióval meg lehet lepni, és akkor itt van ennek egy átértelmezése, ami semmi újat nem vonultat fel, hanem úgy rendezi el az eddigi elemeket, hogy ez az nagyon oké. Okay. Meg ilyen váratlan dolgokkal csinálja. Tehát például itt is van egy ilyen, hogy, a, hogy valami csövek a, a, kocsiba, és akkor. Igen. Meg, tehát, hogy e Péze ez, olyan, mint... Ez egy volt, hogy micsoda, ez, az, Igen, tehát ez, ez, nem hittem, hogy az akciónak ebben a dimenzióban még van kiterjedése, mert annyira nem használták az ilyen körülményeket. Tehát ez, ez olyan, mint a Last duelben, amikor, ott, amikor euh, harcolnak, és akkor ott azt hiszem van egy, volt van egy nagyon random történés, ami annyira logikus, hogy baz meg tényleg, és csak így nem számítok rá, mert, mert soha nem csinálják így, mert nem jut be. És akkor tényleg, meg amúgy majd ide vissza fogok utalni egy következő filmünknél, tehát, hogy csak ott a kamerakezelésnél lesz egy ugyanilyen dolog, de ez, ez tök jó meg van csinálva. Ezt, ezt nagyon. nagyon aláírom. És egyébként még, még a, a melodráma része is szegről végről oké lehet, csak meglehetősen háttérbe van szorítva, és a a felvezetés olyan, mint a lezárása, ezt végül is előnynek elő, is föl lehetne hozni. Az más kérdés, hogy ez így KB az hát, egy tízes skálán, ha el akarnánk helyezni, akkor. Nem annyira az öt fölött, mint inkább alatt lenne. Minden esetre. De a legvége. Mit gondoltatok a legvége, mert én ott kiakadtam egy kicsit, hogy most tényleg -e, ennyire el kell menni misztikus Ha egyetlen egy dolgot másod csinálnak, akkor nem vagyok így kiakadva. Nem akarok az... de A legvégén ugye van ez a, ez a duel rész, két erről. Nagy leszámolás, mesteri tanítvány. Igen, igen, és akkor ugye, jelviszik a kamerát, és akkor hogy na most vajon megölni nem öli? meg ugye ez a kérdés. Hát, és egy el, egy, egy ilyen fegyverlövés hang. Na, ha azt nem rakják bele, akkor ez egy jó vég lett volna, de mivel ezt belerakták, megvezessek minket, így ideges lettem. Amúgy igen, nekem is volt ilyenem, csak én pont egy korábbi hát, pisztolylövésnek a föltett lehetőségét akartam úgy, hogy, hogy megtörténjen, ami a csajjal kapcsolatos, hogy ilyen metanyelven fogalmazzak, tehát én annyira bírnám, ha ez egyszer tényleg megtörténne, vagy mint hogyha ez tényleg megtörtént volna. Tehát oké, okay, nem tudom, hogy akkor milyen lesz egy filmnek a vége, meg nyilván nem nem annyira jó, meg ilyen elidegenítő érzés, na nem, mintha ez a film számot tartatna a nézők közelségére, na, mindegy, de hogy nem, nem, <laughs> igen, tehát, de nem egy szokványos megoldást lett volna. Mindenesetre mindegy, tehát engem érdekelne, meg, ja, meg ez a... Lehet, hogy mi vagyunk a hibások, hogy többet szállunk, az... <laughs> amikor látszódik, hogy az első tisztetből nem kéne. Igen, az mi lehetséges. Mi vagyunk az idióták, hogy folyamatosan azt hiszük, hogy jobb lesz. De egyébként itt, a, ami a filmnek a legvége, ez, ez, ilyen bevett koreai dolog, tehát hogy van a, csak nem itt, nem, nem kifejezetten ezekben a filmekben, de és amúgy nem emlékszem most rendesen, hogy a, a 2009-es Mulának volt -e ilyen a végén. De az kínai. 19-es. A 9-es. A, a 19-es Mulán is van. És az, Igen, az, a, a, aki, akkor, akkor bocsánat, akkor nem a. Ez kínai akkor, történelmi film. Akkor általánosságban oh, a keleti és sorozatokra jó. és filmekre, és az az egy kurva jó film. Tehát ezekre vonatkoztatva mondanám, hogy ezekben ez egy bevett dolog, hogy megtörténik egy kvázi negatív kimenetel, és akkor utána van egy ilyen kiemelt, egy ilyen epizód a végén, ami meg egy pozitív dolog az egészben, és akkor ez ez nem igazán metaszint náluk, ez szerintem ez már tradíció, tehát hogy ez. Egy olyan dolog, hogy akkor bemutatják, hmm. hogy akkor ez most itt a jövő, vagy ez most itt egy, egy mit tudom én, micsoda, egy másik univerzum, vagy másik elképzelés. Hát úgy ez mint egy a ilyen... dünében, hogy tölt, hogy mint a Paul, hogy nem a jövőt látja, hanem hogy. Lehet. Lehetséges egy jövőket ezt. úgy néha bizony. Igen. Tehát igen ez benne van meg. Nyilván, tehát elgondolkodik rajta a néző. Az más kérdés, hogy az, azokban a filmekben és ö, sorozatokban, meg egyéb azért tartalmakban, ahol ezt alkalmazzák, ott általában ezt megelőzőleg vagy mindannyian kinkeser vagy pedig legalább egyen meghalnak a fenébe, akik aztán pozitív kimenetelben szerepelnek. Itt most ez máshogy van egy kicsit, ezért aztán nem értem a létjogosultságát annyira, de nem baj. Tehát lényeg, hogy most ez itt benne van. De amúgy, amit Jani Közben. mondtál a film végéről, azzal egyet értek de. nagyon. Tehát, hogy az, az tényleg, tehát nem biztos, hogy kell az a boom. Igen, csak az csesztel, mert ez, hogyha azt nem hagyják benne, akkor egy viszonylag hát költőidék kifejlett, ami szerintem még még oké okay is, tehát, amit te is mondtál, hogy ilyet szoktak ebben a végjóban csinálni. Itt mondjuk nem állt jól annyira, de úgy még jó is tehát volna. Amúgy helyes is 2020 ban jött ki az a Mulán, amire gondoltam, és igen, a 2009-es Mulánt is láttam most, IMDb-ben, hogy van. Ezt sorosan pótolnom kell, minél gyorsabban. Ez Na, egy, egy nagyon kiváló film, az az tényleg. Igen. Köszi. Ö, és annyit még végezetül ehhez a filmhez hozzáfűznék, hogy az érdekes volt most oh. újra nézve, hogy egész sok színészt fölismertem más filmekből, mesterozatokból, úgyhogy az ilyen tökrén kellemes volt. egy kérdés akkor, hogy a, aki a főszereplőnek volt a mentora, Igen. Én esküszöm azt hittem a Squid Game-es emberkel, az folyamatosan. Nem ő az, de igen. De, de én az a volt egyébként, ha jól emlékszem, most a Netflixen a Silence sea de most le kell csekkolnom, hogy jót mondok. Addig, Gergő, miért nézetted meg <coughs> a krokodilt? Á, okay, a, krokodil. Hát igazából ez azt hiszem úgy dobtam be ezt a filmet alapból a, az adásba, hogy ott mondtam is, hogy olyat fogok ajánlani, amit nem láttam még. Azt hiszem. Na mindegy, igen, ez ugye... Mondtad, igen, igen, igen. De ez jó volt, mert a, a, rendezőt azt már nagyjából úgy, úgy valamennyire ismertem korábban, ez az ő első filmje, hát már nem az kifejezetten az első filmje, de ilyen a nagyjáték filmek közül a, az első, amit, amit készített, ő, ugye Kim Kiduk, ezt akkor is az első hogy... első hogy... neki az IMDb. Akkor, akkor valószínűleg igen, de valami, akkor nem tudom, valamit lehet benézni. Ezen az a első ívás, filmen. Első írás első rendezés, úgyhogy amit mondta először, az, az helytálló, hogy ez volt az első film. Ja, jó, jó, ja, tényleg első írás is, oké, okay, akkor valahogy másra, vagy lehet a producerek között néztem be? Ja nem, az még később van. Akkor nem tudom, mindegy. Akkor az első filmje, igen. Mm. Ö, most egyébként pont a közelmúltban néztem meg egy, még egy másik filmét, amit korábban már láttam egyszer, és ami amúgy az első volt tőle ez a tavasz nyár tavasz, tehát ha valaki ismeri, akkor valószínűleg erről ismeri, vagy, vagy nem tudom. Ah, azt már... is ő csinálta. Igen, tehát az is az, is a, az övé, szóval ő ilyen valamennyire ismerős figura. És ezt így nem láttam még tőle, de gondoltam, hogy meg kéne már nézni, és hogy a fenébe vegyem rá magam, hogy megnézzem, hát podcast. És ez, ez volt az a film, ami nagyon jót tett nekem, hogy, hogy újra néztem, most, mert az adásnak a, a késésem miatt úgy újra néztem, mert amikor először megnéztem, akkor írtam egy ilyen, hát egy ilyen, ilyen fél hozzá, az is ilyen, ilyen kvázi mentegetőzés volt, hogy na most ajaj, most az lesz, hogy mondtam egy filmet láttatlanban, és ez nem, nem, nem a legjobb, de most így újra néztem, és, és igazából most már sokkal jobban át tudom érezni, hogy hogy mi volt ebben a filmben a lényeg, írtam egy nagy vázlatot, és akkor általánosságban, hogy miről, miről van szó, tehát ez egy 3-4 e, szereplőt mozgató film, nagyjából arról van szó, hogy van, van egy, egy, ilyen, egy trió, egy idős figura, egy egy ilyen fiatalabb csóka, aki a krokodil, meg van egy egészen fiatal srác, akik hajléktalanként a társadalomból kivetve élnek egy híd alatt, és azért krokodil a csókának a neve, mert abból keresi úgymond a kenyerét, meg azzal szórakozik, nem szórakozik, ez neki életvitel, tehát ez kicsit degradáló lenne. Tehát az az életvitele, meg az a munkája úgymond, hogy akik a hídon öngyilkosok lesznek, azok után így beúszik. És akkor hát egyrészt persze máshonnan is keresi a pénzét, akkor, akkor rohadt hamar kihalt volna a város rész, hogyha abból meg tudna élni, hogy minden nap öngyilkos lesz valaki, tehát ez csak egy része az ő tevékenységének, de olyankor mindig beugrik, és akkor nem tudom, kiássa, vagy nem, kihúzza, meg, meg kizsebeli. A... Kis, kisebeli még a vízben. Mi a vízben kizsebeli, és akkor utána, hogyha valaki jönnek keresni, akkor azokat is kisebeli, hogy ő látta a hullát, és akkor elmondja, csak perka és akkor, és akkor igazából ennyi. Igen, igazi mocsadék amúgy ez a karakter. Hát, igen, igen, az igen, igen, Én, a... nagy nagy én azt mondom magamba, hogy mondom, akkor lehetne csak még rosszabb, ha nem csak a nőd, de a gyereket is megerőszakolja. Ah. <laughs> Tehát itt már csak nem, le, nem nagyon volt már hova lejjebb menni. Én és is azon az mondom, a mondom, hogy, ez, ez, nem is az, hogy antihős, hanem ez egy negatív karakter. Ez egy nem, rohadt, gondolító ez... karakter. Igen. Itt nekem amúgy Cs röviden összefoglalva ennyi volt a problémám a filmmel, hogy itt van ez a krokodil, akinek tényleg aljábat nem nagyon tudunk, itt van a Stockholm szindrómás csaj, a Shorty az Indiana Jones 2-ből, meg egy öreg csávó, akinek alig van szerepe. Tehát így... A, igen, a kulcs készítő a Matrixból, vagy kulcsos kúcs, emberkel. Ja, 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 ja. De, és akkor így, tehát az volt a gond, hogy így annyira visszataszító volt ez a fickó, hogy tehát nekem sok volt. Igen, igazából a, az egész filmnek nagyjából az a, az a fő vonala, hogy a, a, másik három szereplő az próbál létezni e körül a szereplő körül valamiért. Tehát, hogy miért, azt nem tudjuk, hogy ők miért élnek egy ilyen furcsa, kicsi már beteges családként, de ugye nagyjából nem tudom, el lehet képzelni, hogy itt nem tudom, összeverődnek, és akkor valamennyire egy egymás mellett élést megvalósítanak, meg, meg valahogyan tehát élnek. Mert tehát a hallgatóknak egy jelenetet azért körülélnék ebből a filmből. Na, tehát, a piacsa, e... csak méket emelet ki. Ez <gül> érdekes <gül> a számomra, mint a film. Na, tehát ö, ugye hát? ott megtalálják ezt a nőt, kiventik a vízből, Jaj, ott van velük, és ugye a krokodil így, hát így jó kedvében mindig megerőszakolja. De a kisrásznak ez nem tetszik, erre mi a megoldás? Itt találja a kis srác, hogy álmában levágja a krokodilnak a faszát. és így a, el is a krokodil kezdi... farkát, és akkor én még... Ja, jaj, ja, tényleg, ez, ez így még ilyen... Így, így, a krokodilnak a farkát levágja, és el is kezdi levágni, csak hát nyilván a idegvégződései még működnek a krokodilnak, és fölébred rá, és akkor gyorsan összevaratja az öreggel a farkát. Igen. És ez így benne van a filmben. Igen, én meg hogy próbálja meg, megállítani a kisfiú azt, hogy megőszakolja a nőt, a seggébe a férfinak. Igen. Mert meg, meg elrontja a biciklijét, vagy motorját, na, és azt hiszi, hogy ezzel hogy ezzel meg a, másik, hogy az, hogy ez a, az annyira ilyen, tehát így amikor belegondoltam, hogy ez, ha ez a valóságban is megtörténik, amikor a krokodil ad házassági tanácsokat embereknek. Igen, és igen, így, igen. És így, és így most belegondolok, hogy valaki most itt elmegy, ezt így meghallgatja, hazamegy, és ez szerint fogja élni az életét. És így, és akkor hol hallottad te ezt a mély Igen. És így hát nem biztos, hogy meg akarom Én. jelölni a forrást. Okay. Én... Nagyon fogalma ugye ez a párhuzam a filmben, hogy ahogy egy olyanban megismered, hogy egyáltalán egy filmben, hogyha megismersz a karaktert, még a negatív is, valamilyen szinten kapcsolatot alakítasz ki vele, Igen. és így hát kvázi megszereted de itt ahogy megismered Igen, igen, igen. Ja, végülis az is egy szeretetnek egy formája, attól függ, hogy hogy adjuk el, hogy csomagoljuk be. De itt ahogy megismered, egy inkább megveted. És ez zseniális szerintem. Hát meg az egész karakter egyébként, ez tök érdekes, hogy ahogy az ő személyiségét fölépítik, az sokkal kevésbé a szóbeli kommunikáció, mint a testi kommunikáció. Tehát ez a képen belüli mozgással intéznek el mindent, ami az ő személyiségéhez kapcsolódik, azzal, hogy Jordi bálam, hogy a koreaiak kurvára szeretik azt az ilyen S betűvel kezdődő káromkodást mondani, amire ezer millió... Az, az, tehát akkor ez, ez, ez a, az, az, ez a kettő van, de ezt úgy tudják nyomni, hogy a magyarok azt 30 éppen fordítják le. Tehát... Na mindegy, ez volt egyébként, amit mondtál korábban, hogy most ezt a három filmet ledaráltad egy nap alatt, meg még sorozatozol, azt olasz, akkor igen, az összes akkor... korai káromkodást... tényleg, de csak ez a kettő, És akkor a magyarok azt írják közben feliratba, hogy akkor a kurva anyád meg, hogy ja, te geci. igen. Ja, igen. Meg mi, mi volt az oldboyban, amit. Ja, igen, igen oh. a, fo a Fosgeci az a kedvencem, az egy oh. haverommal már sokkal régebben használtuk, és amikor megláttam, akkor vissza igaz visszaigazolta a káromkodós ízlésemet, oh. hogy ez létezik Na, ez a szó. Annak idején 80 es 90-esekben, ugye, sokkal ízesebben kármkodtak még a magyar filmekben, és ugye, most, most, ha, most már annyit sem mondanak egy film, hogy a kurva anyád, ugye, más is sok, de annak idején még ezt is hogy a vetkes kurva anyád, még ilyesmiket igen, 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 igen. <kül> Um... Ez amúgy egy elég érdekes film érzelmileg, már, már nem csak a főszereplő miatt, hanem uh, egyre kezd ugye érzékipé válni a mocsok, szóval már, már olyan, mint hogyha egy ilyen gyöngyszemet látnál így a a tetején, vagy egy kicsit belenyomva vagy fél ujjal. és nem tudom a végével ti, hogy álltok is spoilermentesen, de engem a végéig még egy ideig fogott is, hogy oké, ez, ez igazából megható egy bizonyos szempontból, és akkor volt benne egy mozzanat, ami az egészet tönkötette. mikor ugye a főszereplőnek is beütött a valóság, és próbált szabadulni. Igen, az nem. elég szar volt. De egyébként gondoljunk bele, hogy milyen lett volna, ha nem úgy van. Tehát akkor, akkor meg pátoszos. De és De hogy autentikus, igen. Igen, tehát nem tudom, hogy akkor jobban tetszett volna. Volt, hogy még de, nem tolt, nem, hogy nem ez kapta a... meg a, a redemciót, tudod? Nem igen. jár neki ez. volt, hogy igen, úgy az volt, az hogy volt. igen de mégse. Igen, ez olyan, mint hogy van az a három testőrös film, a nem a legrégebbi, hanem az a 2010 valahányos, nem emlékszem. Orlando ja. Blumos. Ö, lehetséges, a francia amit nagyon régen láttam. Amit 3D-be ja. adtak a moziba, nem? Elképzelhetően. elképzelhető, ebből sajnos nem fogok rájönni, mert sehogy sem fogok rájönni. Hát a Resident Evil rendezvény. Az is elképzelhető, nem tudom. <laughs> Igen, abban volt a Mila Jovovics. Meg van egy régebbi, az egy, egy fokkal meg a Kiefer Sutherland volt. Akkor valószínűleg nem a, nem az... a, a Kiefer A, meg Zsáde meg ilyenek? Valószínűleg nem, a Zsáde biztos nem, akkor az a Orlando Bloom most lesz. Igen, biztos, és igen. Kiefer Sutherland sincs, az biztos, mert ezt a kettőt tuti felismerném. Na és abban van egy ilyen rész, amikor a, azt hiszem a léghajóból a csaj így ki kiugrik, és akkor a mondják, a hogy hogy úgy halt meg, ahogy élt, kényekedve szerint. És akkor na ez is úgy halt meg, ahogy élt, csak nem kényekedve szerint, hanem az aként, aki abban volt. Abban a tehát, nyomorban. Igen, tehát belefulladt igen, abba, amiben, amiben élt. Tehát a igen, is... költői, tényleg ez az egész a, a világ, amit kialakított magának lent, ugye csak mosolygott kb. a víz alatt. Igen, ami igen alatt, meg a... Szimbólok szimbólumok voltak benne. Egy azt nem hogy végig azt hogy csatadik, hogy milyen undorító mocskos a víz, amikor lent van, akkor minden tiszta. Igen. Igen. Ja, Börkék. hát, egy ott lent az egy, az egy másik világ tudott, tehát, hogy ott az... Igen, az lehet és az, az számára olyan szép tiszta. Ugye? Tehát, hogy az... Meg hogy az is milyen jó volt amúgy, hogy, hogy a, a hajó és a lufi, ezt most csak így kiemelem a semmiből, aki nem látta, annak valószínűleg ez nem jelent semmi, de hogy a, a kisrác a hajókkal, ő meg a lufikkal, amiket a víz alatt ott fújt, tehát hogy ez, ez egy jó párhuzam, meg akarok egyébként majd mondani még egy nagyobb általános értelmezésre, csak hogy ne az legyen, hogy most behánytam ezt a filmet, és akkor nem teszem jóvá valamennyire, de például ez a kettő nekem, Nekem tökre tetszett, mint szimbólum, és hogy ne, az egyiknek nem tetszett a másiknak a, a kis cucca. Jó, igazából a krokodilnak volt problémája, de neki minden problémája volt. Tehát, hogy most igen, de mindegy lényeg, hogy amit a hajókra mondott, az is érdekes volt, hogy a, a saját sorsát látja benne, a, amely hajókra egyébként nem sokkal korábban mondták azt, hogy hát úgy jutnak sehova. Tehát ez, ez valahogy ilyen, amikor így, így belefogalmazzák a filmbe, és nem tűnik didaktikusnak, azon néha né még meglepődöm. Ahogy mi lett a bácsinak a szemüvegével, mert megkapta a ajándékba, felvette, sokkal jobban látok, és a következő már nagyon eléggé szemüvege volt rajta. Hát, ez egy jó kérdés. Nem vettem észre. Rendező urat kéne megkérdezni, hogy valami Meg is ez tényleg egy jó, jó kapcsolat, mert kisgyerek meg kellene levágni a, a krokodil farkát, következő ember már együtt tesznek. Hát igen, helyet, meg... volt hogy lettem volna. Igen, Bár ki tudja, mert úgy, úgy is lehet venni, hogy itt a Stockholm szindrómának az általánosítása az, hogy ők egymás mellett élnek így négyen. Tehát, hogy ez nem csak a, a csajnak a krokodilhoz, hanem mindegyiknek egymáshoz, meg egyáltalán. A Stockholm ne, nem bántja a másikat, szereti. Hát az Azért a kifejezések, a, a, a különféle módja, ez nem, nem ütközik. <laughs> ő így mm. szeret. <laughs> de és Kastrál. Tehát és akkor <laughs> pesztrál, csak úgy pesztrál, hogy kasztrál, na igen. <laughs> Ahogy Cuki volt a kisgyerek, hogy ahol mind lettek is vagyona, nyallóka és napszemüveg. <laughs> ja, ja, igen, igen. Ez az ilyen dédelgetett vágyak, vagy hogy mondjam, tehát az ilyen, ja, <laughs> nem gyűjt, mert nem tud. <gül> 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 Öm, és akkor annyit mondanék az egészre, hogy itt a, a krokodilnak ez a, a neve, én ebből indultam ki alapból, ez azért valószínűleg nem véletlen meg. Az, hogy a, a híd alatt él, az, az talán nem elég az elnevezéshez, hogy krokodil legyen, tehát ez kell ez a, egyrészt kell az életmód, amit él, hogy őt úszik, meg megtámad, úgy kvázi embereket, nem kifejezetten a víz alatt, de akár ott is, tehát egy ilyen sajátos állatias ragadozó életmódot folytat a társadalomnak a vonaláról lejőve, tehát egy, egy egészen másik, egy ilyen alsóbb szinten, ahhoz hasonló szinten, mint uh, ahol kvázi az élősködők. Tehát, hogy akkor nézzünk át oda, ott az ugye máshogy van az elrendezés, mert ott ők ugye nem, nem hajléktalanok, de hasonlóan ilyen állatias, vagy hát nem állatias, nem kifejezetten ez a legjobb szóra, de hogy a, a parazita metódus, amit fölvesznek, az kvázi hasonlít Ö, vagy hát ez asszociáció módon föl lehető a hasonlóság. És ö, ugye vannak benne ezek a az ilyen dolgok, hogy hogy a film elején az van, hogy a csajt megpróbálják megerőszakolni, akkor megmenti, és akkor neki megerőszakolni. És akkor utána van ez, ez az a birtoklási dolog, hogy most akkor megmentette, és akkor az ő És akkor ebből aztán kifejlődik később még egy féltékenység is, amit kurva érdekes igazából az, az benne, hogy most kialakul ez a <coughs> oda-vissza stockholm család, amiben van a, van a, nő, aki hát jobb sorsa volt érdemes, tehát ő az, aki nem azzal kezdi a filmet, hogy már hajléktalan, hanem aki éppen ebbe kezd átmenni. És akkor rajta kívül van a másik három karakter, a krokodil, az öreg meg a kisrác. És akkor mondhatni, hogy a, a krokodil az annyiban hasonlít a, az öreg figurához, hogy neki már van egy valami kiforrott erkölcsi dolga, ami valószínűleg azért ilyen ele, ö, ö, hogy is mondjam, tehát azért ilyen kevéssé szofisztikált és kevéssé erkölcsös, és vagy hát sokkal inkább állatias, meg ilyen harácsoló, meg, meg nem is tudom, de hát ilyen agresszív, mert nem volt egy olyan felnövés története, mint amilyen az öreg csókának volt, aki nem tudom már nyugodtabb ilyen kis apukamódra viselkedik, aki megjavítja a dolgokat, meg, meg ilyesmi, aki próbálja békíteni őket. Ezért ebből én el tudom képzelni, hogy a krokodil az alapból az utcán nőtt fel, amilyen jövő elé néz egyébként a kisrác is. Tehát, hogy ő az, aki így most megkapja példának egyrészt a krokodilt, másrészt az apukát, harmadrészt még kap egy ilyen anyafigurát, is. és akkor ez a beteges dinamika lesz az, ami őt majd neveli. Tehát, hogy, és akkor ebből most akkor az is a kérdés, hogy most ebből milyen, milyen morál lesz, tehát lesz még egy krokodil a kisrácból, hogy a felnő, vagy, vagy nem. És akkor hát van egy másik, ö, nem igazán ettől elkülöníthető, de én ezt így külön gondolom, tehát a külön szempont, hogy ahogy ők a, és ezt, amit már elkezdtem, kvázi ehhez kapcsolódik, hogy ö, ahogy a társadalomból kikerültek, ez, ö, nagyjából kétfelé osztja szét őket, tehát a, az, hogy milyen módon nevelkedhettek, az hát szétszedi a, az öreget meg a csajt egyfelé, mert ők azok, akik valószínűleg nem nem úgy nőttek fel, hogy már labbul az utcán, tehát ők megtanulják a társadalom kívül, társadalomon kívüliséget, a krokodilmak is lehet, az meg belenő a társadalomon kívüliségbe, és akkor ebből ebből áll össze igazából az ő dinamikájuk, meg a film, és akkor ennek egy kvázi eset tanulmánya az egész. Tehát csak egy ilyen nyilván néha van benne poém, mert játékfilmről beszélünk, meg ö, minden szereplőnek vannak ilyen dedikált dolgai, mint, mint a csajnak ott van a festés, meg a rajzolás, ami jól megy neki, és akkor ott van, hogy a, a krokodilnak is kevéssé, mert hogy ö, emberség és egy pillanataiban van egy ez iránt való érdeklődés, meg stb. Tehát, hogy amint ö, valahogy hidatver a, a film a között, hogy, hogy beteges módon egymás mellé szorulnak, meg így ragaszkodnak egymáshoz, miután az életüknek a többi része az, az eltűnt. Na utána már igazából külön is valahogy vizsgálható a szereplők közötti dolog, és tök, tök érdekesnek tűnik. És akkor van még egy dolog, hogy, hogy a krokodil az szerencse játékozik, és hogy ez, ez egy olyan Mát nem tudom, aspektus, ami valahogy nem illik az én megfejtésembe. Ez ö, valami, ez ilyen gangsterfilmes, ez a szerencséjátékozás, meg ez ilyen, nem tudom, a társadalomnak az a része, ahova ő így be tud, be tud járni, vagy egy ilyen érvényesülési felülött, és mindig veszít. Tehát ez, ez is rohadtul benne van, hogy van ez, a, van ez a másik rész, hogy ahogy tudja, az ő módján össze rakja magának a pénzt, aztán elmegy és elveszíti. És akkor megint mindig agresszív, és újra meg újra, és ugyanezt csinálja. Tehát végül is ha úgy veszem ezt a, a társas játékozást, mint, mint amit az ígérne, tehát hogy amivel mondjuk lehet nyerni, tehát kvázi olyan tevékenységként fogom fel, ami bejáratot jelent a, a társadalomba vagy egy másik közösségbe, akkor végül is az e felé való próbálkozás az, amiben örökké belebukik a, a krokodil. És még felírtam egy pár dolgot, de nem... Akkor tudom, hogy minden rossz, ami történt így az életében, azt magának köszönhetett a filmbe. Hát, a a saját onnantól. maga fő ellenségéig, hát, amit kapunk belőle a film által, akármilyen is volt a háttérsztorja, vagy akárhogy is nőtt fel, a filmben ő a saját maga legnagyobb ellenség. Az biztos, És azt ez biztos. Ezért, nem tud, ezért nem tud kijönni, mert Igen. nem is akarja, akarja beengedni a saját életébe a pozitivitást, a jó dolgokat, mert vagy azt gondolja, hogy nem érdemli meg, vagy annyiszor csalódott már az életben, hogy, hogy inkább megvédi magát attól, hogy még egyszer kelljen. Igen, vagy pedig alapból egy ilyen ilyen kaliberűnek született ember, aki ezért szorult ki a társadalomból, amilyen. Bár én pont azért, mert ezt irreálisnak gondolom, ezért gondolom inkább azt, hogy, hogy alapból így, így nevelkedett. Igen, valami, formától, formát őt szerintem, én speciális hiszek abban, hogy senki se születik rossz embernek. Szerintem őt, őt a tragédiák formálták ilyenni. Az könnyen elképzelhető, igen. Bár én ezt ennyiben én ezt a kisrácnak a sztoriához hasonlítanám. Tehát, hogy szerintem ez igen, ilyen... Az biztosan van párhuzam. Igen, nagyon sok és valószínűleg ugyanez lesz hogy a gyereknek a sorsa sajnos. Igen, meg egyébként az is milyen, tehát hogy vannak ezek az ilyen hozzáadott traumák a filmhez, amiknek kvázi a történetben nincs is szerepe, mint amikor a kisrácnak odaadják, hogy, hogy na akkor vizsgáljuk csak meg ezzel a pisztoly alakú játékszerrel azt, a, azt az automatát, hogy így ne spoilerezzem el a filmnek a egyik részét. Tehát ez is, ez is úgy kérde a filmbe, hogy... Kicsit blöd volt számomra, kicsit. Igen, tehát ez, ez, ilyen sehonnan jött dolog. És hogy a, ez egy ilyen tragédia, ez egy ilyen nagy trauma a kisrác számára, ami hát lehet egy olyan trauma, mint ami mondjuk a krokodilt érte. Tehát, hogy ez... Ja, ja és tényleg valami, egy, egy olyan hasonlatot írtam, ö, fel, hogy ez a, ez a megmentés, aztán megerőszakolás, ez nekem kicsit ahhoz hasonlít, mint ami Scorsese-nél a, Scorsese a taxisofőrben a pornó mozi. tehát, hogy ez a, hogy, hogy neki itt van egy ilyen sajátos elképzelése a, a világról, meg hogy, hogy amit megszerez magának, utána azt egy birtokba veszik vált. Tehát, hogy nekem ez nagyon erős volt benne, tehát, hogy ő így a, a maga dolgait, azokat valahogy vagy nagyon közel tartja magához, vagy, vagy teljesen elutasítja, de egy kis olyat és a leg szívének legkedvesebbeket például, vagy valami számára valamiért fontosakat, meg levisz a, a kuckójába, az ő világába, oda a víz alá a hídnak ott, tudom, a, a pillérjének a lábához, és akkor ott a végére már lesz egy egész kis szoba, de lesz ott egy ilyen kis izé, egy kép is lesz, aztán végül aztán igen, de azt nem mesélem el. És emiatt a birtoklási dolog miatt gondolom ezt, csak már nem emlékszem, hogy honnan jött a mondat, szóval most vegyük úgy, hogy ezzel indokoltam meg, bármi is legyen az. Ja. Elfogadjuk. És akkor már csak a Stockholm szindrómát írtam fel, az annyiszor elmondtuk, hogy azt most már nem mondom el még egyszer, ja hoppá. Ja, és még az öregről írkáltam egy-két dolgot magamnak, hogy ő, ő így, tehát ez egy, úgyis nyilván felfogható, hogy van a fiatal, a középkorú, meg, a, meg az idős a korosztály a filmben, mint és akkor, a akkor, hogy ő... Aha. <laughs> igen, csak ott, jó, igen. Amúgy ez még tetszik is, csak nem olyan módon klónok ők. Ja. <laughs> igen. Ők nem biológiai klónok, hanem szellemi klónok. Igen, igen. Bárki tudja, hogy van-e esélyük, már hogy van-e esély a kisrácnak, vagy a krokodilnak olyan lenni, mint a mint az öreg, öreg figura. Hát, ugye, ha megnézed, a alapítványban a klónok pont ennyire különböztek egymástól, mint ők itt. Hát, akkor végül is. Akár. Akár. Elfogadhatjuk. E, jól van. Akkor uh, utolsó filmünk a mai adásban. The Chaser, az üldöző. Jani, miért ezt a filmet? Nézetted meg velünk. Még annak idején, amikor, hát nem sok azután, hogy kijött ilyen három-négy éve, azután, hogy kijött, megnéztem, eléggé mély nyomot hagyott bennem, mert ugye sokszor beszéltük már ezek a korai filmek, most általánosításban sokszor nagyon betegek tudnak lenni. De és ez is egy olyan film volt, ami teljesen, hogy is mondjam, etalonná vált az ilyen sorozatgyilkosos filmeknél nálam, mert gyakorlatilag ott kezdődik ez a film, hogy egy Hollywoodi film véget ér. É és ezt onnan gondolja tovább, a zseniális módon. Az alaptörténet az, hogy van egy ex zsajú aki hát el elkezdett futtatni, szóval is trici lett, és már több lánya is eltűnt. És a, éppen egy, egy újabb lányt szervez ki valahová, és ő is eltűnik, és próbálja kitalálni, hogy, hogy mi történt vele, hol lehet, stb. hát nem akarok túlzottan az egy sorozatgyilkos áll a háttérben, Ennél többet szerintem nem is érdemes mondani, ez egy tipikus olyan film, amit érdemes mindenképp megnézni. És nagyon hát, meglepő számomra, hogy nagyon kevesen is Meg annyit igazából szerintem, hogy a beszélgetés kontextusában azért érdemes elmondani a filmről, meg azért nem egy nagy spoiler, de hogy az, hogy ki a gyilkos, az 20 perc után kiderül, és a rendőrség egy 40 perc után elfogja. Hát meg egy gyűlődik, ez, ez, de nem mindenki, film. ez olyan, hogy a, ez a néző számára elég hamar kiderül, de a, a szereplők számára csak egész sokára derül ki. Tehát utána ez a konfliktus. Igen. De úgy, hogy úgy értem, hogy ki a gyilkos, tehát nyilván, de ez a konfliktus a filmben, és egyébként nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Egyébként még amúgy elkezdődött a film, és akkor mutatták, hogy akkor ott volt az jelenet, amikor ott volt összekötözve a lány, jött a csáva, és kiborította a zsákból azt a rengeteg szerszámot, elkezdett matkatni közöttük, azt a rohadt meg kampót így felakasztotta a falra, és így ahogy még volt a filmnek a képi világa, hogy tökre egy beugrott ilyen posztromás stressz szindrómaként, nem tudom melyik új hullámos francia horrorfilm, és így mondom, na mondom, ez ilyen lesz, az egyrészt faszam, mert azokat szeretem, másrészt viszont az nem olyan jó, mert most a idegrendszerem nem biztos, hogy erre képes lenne ezt nem be befogadni. A gyilagpornóra gondolsz? Igen, igen, az ilyen magas feszültségre, meg ilyen, ilyen filmekre. Jó, igen, igen. <laughs> ja, a, a szenvedéspornókon pontosabban, igen, igen, igen. Igen, torture porn, igen. Tehát azt hittem, hogy egy valami olyan lesz, mert a tereg az a képi világ az teljesen a 2000-es évek új hullámos francia horrorjaira emlékeztetett. Igen, az a fakózöld, Az a fakó fakózöld film, hatású. igen. Igen, meg, igen. Tehát egy, megvan ez a. Hogyan legyen a erőszakos horrorod még erőszakosabb, csak szimplán azzal, hogy más színű a kép. Tehát így. Az a világ. Bármelyik akkor is össze, össze lezzent, amikor megálltam, milyen koszos a fürdő. Ez, ami ja, az, igen, kényen, igen. Az, az olyan, mint a fűrészben az elsőben a, a szobat, tehát azért egy basszus, tehát ilyen ott is a, a hasonló színvilág, és ezek a koszos részek, meg a hajcsomót vagy basszus, tehát ezek a... Igen, és ezek... ehhez még amúgy akarok mondani valamit az erőszakhoz a filmhez, csak annyit előtte, hogy ö, ugye, de nem ez lett végül a filmből, és egyrészt ennek tökre megörültem, másrészt meg ugye tényleg tehát ez egy ilyen nagyon eredeti és nagyon jól megcsinált thriller volt. És én nagyon szeretek jó trillert nézni, de egyrészt ritkán nézek trillereket, igen, ritkán nézek trillereket, és azért van az, mert viszont, hogyha egy thriller rossz, akkor az általában azért nagyon tud fájni. Az nagyon buta igen, lenni. Az nagyon igen, rossz, mert igen. Mert nagyobb az elvárásod már, hogyha látsz egy igazán jó trillert, mert például ez is egy igazán jó thriller szerintem. Igen. Antal még a, a tök korrekt, tök oké is. Vagy olyan, mint ami annó lesz. a Hold volt, nekem az még az ilyen, hogy azután volt, hogy én megnéztem, azon fölelkesültem, és megnéztem tök sokat, és így jó, de ez annyira nem jó. Igen, egyébként ez tipikus, hogy a, a thrillernek az érdeklődés felkeltése pont új feladata, mint aztán a konfliktus megoldása, és ebből az egyik, az sokkal könnyebb, mint a másik. És akkor ez Igen. tipikusan hát félbe marad. Na itt aztán nem. Tehát itt... Nem, itt és mindig az van az... meglepetés, folyamatos építkezés. És azért is, mert már az elején megoldja a, a konfliktusnak a nagy részét, tehát a, a néző az konkrétan azért nem izgul, hogy ő maga rájöjjön, hogy mi történik. Itt a, a thrillernek a, a motiváció át, átmegy máshova. Itt elkezd inkább a szereplőknek, hát mondjuk, hogy szorítani vagy ilyesmi. És e, emiatt jó. Meg az is tökre benne van, ami egy csomó koreai filmben megjelenik, tehát most csak éppen a a Memory of murder Memories of Murder, nem tudom, hogy többes számban van-e, arra tudok visszaemlékezni, hogy ott is a például a, a rendőröknek az ábrázolása, az az nagyon hasonló. Tehát ott is, hogy ott verik a, akiket behoznak, mint az állat, tehát mindenkit szétvernek, amikor koreai filmben valakit szétvernek, na, úgy nem akarok szétverve lenni, tehát akkor inkább az amerikaiak verjenek szét, mert akkor nincsen sérlök meg, de hogyha ha a koreaiak vernek szét, akkor meghalok. Tehát, hogy igen, és másrészt, hogy ugye már ez, ez a ez a um ez a, hát nem tudom, a, a rendőrségnek, meg a rendőri szerveknek az ábrázolása, ez a koreai... ez. komikus. Egyrészt komikus, másrészt ilyen szerencsétlen és erőszakos, tehát egy ilyen gyerekes, tehát ezért vagdalkozó akárkiknek vannak ábrázolva, akik nagyon gyakran érdektelenek, meg, meg züllöttek, tehát mint ez a csávó, tehát rendőrből lett strici, akikvel kapcsolatban később kiderült, hogy mindenki más ez volt, csak éppen ő szívta meg. Na mindegy. És akkor aztán meg ugye az is benne van, hogy, hogy azért van egy igazságérzetük, és még az a karakter típus is beléjük van fogalmazva, amelyik az öntörvényű igazságosztó, akiket amúgy szeretünk az amcsi filmekből. Tehát ez a, ez a, John McLean is, meg a izé, tehát van egy pár ilyen karakter, aki... Meg a, a, modern a... -ok, ahogy szokták őket emlegetni. Pontosan, és hatalmas, most mondanám, hogy hatalmas irodalma van, de nem, tehát hogy ha hatalmas izé, mm. film, izé, tartalom, mennyiség Mennyiségű értékként párosul az ilyen karakterekhez? Mert ugye mostanában főleg Igen. az értékrend hiányzik a modern karakterekből. ott ugye ez a tipikus Style over Substance, amiről ma már beszéltünk. Uh -huh. Na ugye ugye ez van itt is, hogy egy igazán jó trillernél kell, hogy legyen értékrendje, hogy tudjad, nem, az hogy, nem az, hogy ne lepődj meg a, a reakcióin, hanem egyszerűen kicsit úgy, ha mondjuk valaki beszól a főhősnek, tudod, egy ilyen tipikus, egy patkány karakter beszól neki, akkor már bizseregél, hú, most meg fogja kapni, most megadja neki, tudod, az az izgalom. Igen. Itt meg volt ez. Mindenképpen meg volt, egyértelműen. És ezt, az, ezt a. Nem csak az, hogy, a, hogy ezzel az értékrenddel, hogy ezt így egyértelműsítik, ezzel hát kvázi közelebb hozzák a, a bizonyos szinten negatív karaktert a nézőhöz, tehát ebben igazából, hogyha ha bibliai értelemben objektíven vennénk, akkor jó karakterre nincs. Itt a, a kis köcsögök, tehát kiadják a parancsot, hogy nincs bizonyíték, de keresni kell, ha kell, akkor hamisítani, ha másképp nem megy, akkor szétverik a egyébként szintén nagyon rossz üzé, másik főszereplő. meg Engedik. Igen, és aztán megint elengedik, mert még nem csak gecik, de bénák is, tehát hogy a ah, katasztrófa, és saját magukat elgánycsoló, tehát többszörösen itt igazán pozitív szereplő uh, alig ha van. Tehát még a főszereplő is olyan, hogy őt igazából a viselkedés módja miatt, ami ilyen kis vicces, tehát ez a, ez a vicces, kemény kóreai karakter. Most ezt így feltaláltam, ezt a kifejezést, de azért ezt így vágjuk. Akit nem szeretnénk, hát, nem fán. szórakoztatna. Az. Köszönöm. Tehát, hogy ez. És uh, emiatt. Na mindegy, szóval ez is tök jó benne és van, egyébként... és hogy ez jellemző. Kell és nem az a nevez, hogy poénokat mondanak, meg viccelődnek, hanem a helyzet komikum, Igen. amit a karakterek adnak, meg már az az érzelmi kötelék, amit képítettél velük, az első pár jelent. Ugye ez még nem annyira spoiler, amikor a főhősünk kvázi rájön, hogy hogy éppen a sorozatgyilkost találta meg. És így én tökemberi módon így felcic, te vagy az! tudod, hogy egy kicsit elégedettem, hogy nem ilyen hollywoodias, hogy akkor izé beszűkül a szeme, és akkor izé jön <laughs> hogy itt is ilyen tök emberi, hogy ez a ez a hideg téged, hogy az még tényleg most jött rá, hogy ő az is mit fog csinálni. És mindig olyasmit csinálnak ezek a karakterek, amik előviszik így a, azt, hogy te mit érzel irántuk, és az izgalmakat is, vagy a történetszálakat is ugye tovább pedzegetik. Hát, ah, de Igen, nekem ez, ez a, a, a is végén volt a reakciója, amikor megint emegy, találkozik egy karakter, és így mondja neki, hogy hova mész? Befelé. <gülhogy> de... Meg ez a folyamatosan visszatérő dobáló. De... Csodálkozik, hogy te, te most hova mész? Te nem mész sehova. Te... Ja. És egyébként annyi még, hogy a filmnek az erőszak ábrázolásához akartam azt mondani, hogy, hogy tehát ez a film nagyon kegyetlen és de nagyon előttem. durva. És valósághű, direkt, és valósághű, a karakterek is. Valósághű, de, de, de viszont direktbe erőszakot, Ös azon kívül, hogy egy embert kétszer megvernek benne, direktben nem is látunk erőszakot benne. Tehát az, az a kemény, így, hogy inkább, úgy, inkább, ami úgy, úgy, igen, úgy olyannyira gyomorforgató, és tehát amikor van egy ilyen kisgyerek is a filmben, akit látunk, e, aki bepisilt, akkor így mondom. És az is olyan, hogy tehát, szerintem attól rémálmaim lesznek, tehát hogy... Amúgy igen, az, és nem, az nem, nagyon a, nem a gyerektől, hanem attól, a, amit a, a, amiről ugye belegondol az ember, hogy ott mi történt. Től. Igen, amit a látványa ígér egyébként, amit csak így felvillantanak, hogy hopp, itt volt valami, de nem kell megbeszélni, mi igen, az. És az, hogy... Uf, tehát, hogy uf. ez a És annyira jól csinálja ezt a kevesebb több kategóriát, hogy tényleg, tehát, tehát ennyire durva filmet, ami ennyire nem erőszakos, rég láttam. Tehát, hogy... Tudod, ez, Igen, az, ez, az, ez, az, 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 az a szarakter, Egy behúzás ahhoz, hogy tudjad, hogy, hogy ez most egy nagyon-nagyon szar szituáció. És nem mondom, meg... Hollywoodban <laughs> ez ezt az... hogy csinálták volna meg szerinted? Mindent mutatnak, és akkor direkt sokkolnak téged. Egyáltalán nem volna, mert ezekben a volt érzékiség is azért bőven, a Hollywood biztos, hogy nem lett volna. Ez is gondolok asszony 2008-as a film, ilyenkor a Hollywood már végig leszokott csapni ilyen zseniális történetre, és erre nem csaptak le. Vajon azért, mert nem tudják, hogy megfogni? Nem, merik, igen. <laughs> az oldalhoz <Zavarbolyhoz> hozzányúltak. <laughs> é, igaz. É, és az végül is sikertörténet lett, tehát akkor tényleg, bár én örülök, ha nem rontják el, bár úgy sem nézném meg, tehát most mindegy, <laughs> nem rontom el a... Igen, de a ahogy az érdekes, azért, amúgy én... igen, Mert ez is egy olyan, hogy amúgy, amúgy tipik az, hogy amúgy ez direkt be ilyen remake kompatibilis sok szempontból tehát, hogy most megnézed, hogy most mit tudom, átrakják akármelyik ö, amerikai városba, a striciből csinálnak magánnyomozót, és akkor megvan valami. Igen, Tehát egy Vá, igen. alkoholista magánnyomozót. És a, a, a meethead... hogy egyedül vissza a viszkit, meg egy ilyen 70-es évekbeli izomautóval jár, és akkor így ennyi. Igen, a shot for, shot, shot lenne, csak a meethead többet szerepelne és olyan a comedy sidekick. Ő az, aki konkrétan poénkodik. Körül. Amúgy, ja. <laughs> igen. És igen, hát és a, soro a sorozatgyilkos sorozat 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 meg, sorozat meg egy ilyen, ilyen duplánév színész játszaná, hogy mit tudom, Jake Gyllenhaal, vagy mit tudom én, valaki, Christian Bale, a, vagy... Akit, a akit, Rolf Fienes, akarsz, akit tehát... nem akarsz utálni, olyan színész lenne. Igen, 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 akit nem is tudsz, itt, itt meg ez a gyerekhez, tehát ez... Tehát, amikor, amikor a ügyvédi itt megmondta neki, hogy ez izé, már pedig azért, mert te egy ilyen kis szar vagy, és az összes szar ilyen beteg állat, mint te, és akkor egy igen, igen. Tehát így, Fú. Mondjuk az egy szégyezek egy az... viméket úgy, hogy Tom Hanksos az a gyilkos. Tom az a gyilkos. Jó, az igen. lehet, hogy abba beleholnék. De az Tom és strici. <laughs> Na, a Tom Holland a gyilkos. Igen. És Tom Hanks a strici. Oh. Ah, igen, az egyik, igen. Egyik <suk> kurva lenne az <suk> a <afirm>. film. <suk> tényleg, tényleg. Az az. És egy ilyen és egy nő futtatja, és az a stri, egy női karakteres trici, az, az úgy kéne megcsavarni. Na, minden. és, és, ó, ez, a, ez a, ez... A Davis lenne akkor főszereplő, a, a Davis futtatná Tom Hollandot. <suk> igen, és kiácsol az egy gyilkos. Tom tudod, Hanks mondtam már, neki Hát vagy, vagy a, a csajas és akkor foglaljuk, vagy, vagy fogjuk össze, a, fogjunk össze két szereplőt egy szereplőbe, tehát legyen ő a sorozatgyilkos is, aki úgy, úgy rejti el, hogy a sorozatgyilkosságát, hogy ő a strici, aki mivel mondjuk legyen, legyen ilyen nagyon durván elmeveteg és vizionálja azt, hogy ő így hűségesen keresi azokat, akik eltűntek, de közben öli meg őket. De és... most csak ezért megtanulok deepfake-et csinálni, hogy meg tudjam csinálni, hogy amikor, amit mondtam jelenetben, amikor ott van a lány összekötözve, és bejön a karakter, kiborítja a és előveszi azt a rohadt nagy ilyen kampót, és felakasz, hogy közben a Tom Hanks feje legyen ott. De a fiatal, a segítség felnőttem ezt. Igen. Igen, azért Philadelphia segítség felnőttem Tom Hanks. Ki tudnék elképzelni nagyon jó stűci szerepbe? Kevin bacon Ja, igen, az, végül is működhet. Ő már olyan megtöltően, elhiszed, hogy végül... őt, az, van a fájdalomba szemében, hogy ő igen, hogy, hogy úgy hívják, hogy sonka, az abszolút, igen. Igen. <gül> sonka. <laughs> sonka, <kameri. gül> Igen, sonka, Kevin. De akkor ezek szerint mindannyiunknak tetszett. Nagyon jó volt. Nagyon, ez nagyon kiváló film volt, és még a, még a, a formanyelvi ábrázolásokhoz akartam egy-két dolgot hozzáfűzni. Itt mindjárt az elején a, a, film úgy kezd, hogy, hogy attól majdnem beszartam. Tehát, hogy amikor meséltem, hogy néztem a feleségem történetét moziban, és rácsodálkoztam, hogy na hát a moziban működnek a filmes eszközök, na akkor ez egy olyan rész volt, hogy na ha ezt moziban... Nem is feltétlen kell mozi hozzá. Igen, nem, nem feltétlen kell hozzá mozi, de ha ezt moziban néztem volna, akkor ez ez pöpec. Tehát így is felismertem, csak zavar, hogy majdnem elmentem mellette. Tehát van az, amikor a, a filmnek a legelején, az első öt percnek valahol a vége felé ott telefonál, amikor bejön a másik, bekapcsolja a tévét, és akkor mondja, hogy akkor tegyél ki még többet, és akkor előtte telefonál egyet. És akkor van az, amikor firkál a, a papírra, de útban a kezének egy telefon, odéblökje a telefont, és azt a kamera egy és rám, és megmutatja a többi telefont így hosszan. Tehát úgy jut el a, a karaktertől, a többi telefon adta, nem tudom, érdekességig, vagy kérdésig, ami a nézőben fölmerül, hogy ahhoz használja a környezetet. És ez az, amit mondtam korábban, hogy majd Ilyen kamerakezelési dologgal visszautolok a korábbi akciószervezéshez. Tehát ott is az, a, az illang e the Wolf Brigade-ben azért volt olyan meglepő az, hogy a csövek random bejöttek a kocsiba, mert használták a környezetet, amit nem szoktak, hanem a, az akciót annyira túldimensionálják, hogy akkörül forog a világ, és úgy fordul a világ, ahogy esik az akció, pedig általában ez fordítva szokott lenni, és amikor hirtelen úgy esik az akció, ahogy van a világ, akkor egy csomó érdekes dolog tud feltárulni mondjuk a, a, filmkészítő, meg aztán persze a filmbefogadó előtt is. És ez is ilyen, hogy meg van csinálva egy díszlet, és akkor valaki ott gondolkodik, így látom magam előtt az ilyen Steven Spielberg kalib kaliberű rendezőt, aki így ül, és akkor így nézeget, hogy na mi a fasz legyen, és akkor így igen, tehát szépen szétrakta, és úgy, úgy intézi a kamerázást, hogy nem az, hogy megmutatja ezt is, azt is, azt is feldarabolva, hanem egybefűzi, és így megvan a logikai lánc, hogy Izé telefonál, Izé valakikkel, sok telefon, sok telefon telefonszám, stb. Jön a, jön a kérdés, még nem tudjuk ekkor mi a, a foglalkozással a csókának. Tehát, hogy ez a jó sejtjük és hogy a, a, hogy mihez kell, azt akkor meg így magyarázza meg. Tehát ez így, ez kurva jó. És még egy ilyet akartam kiemelni, egy hasonlót, ez teljesen más természetű, ö, zseniális formájú megoldás, az az, amikor a, a kis csaj számára, Hát körvonal az údik, hogy vele valami rossz történt, hogy így fogalmazzak, és akkor van egy rész, amikor ő sír, de a kocsit kívülről látjuk, és esik az eső, és ő némán sír, mert nem halljuk, mert kint vagyunk, és az esőnek a zaja elnyomja, és így folyik a víz a szélvédőn, és így olyan, mintha sírna, és tényleg sír, de nem azt látjuk, hanem hogy így, így rohadtul Mind folyik ha? a víz a kocsin. Igen. És ez nagyon durva, tehát hogy ez mint egy a sírásnak a fokozásaként is értelmezhető, amiből így kijön, hogy ő most kurvaszarul érzi magát, és ez tök jó. És ez megint honnan jön, hogy amikor szomorú jelenet van, akkor hát bassza meg, ha, ha, nem esik az eső, akkor, akkor valaki megbukik a vizsgán, viszont ez, a, ez az eső ez már sokkal korábban elkezd esni, és nem csak itt van, hogy hát most valaki sír, és, és akkor így, is esik. És még utána is esik, igen, tehát hogy ez, hanem ez így, fel van, ez is használva valamire, tehát ez is végül is ugyanannak a szemléletnek a, a produktív tevékenysége, hogy, hogy a, amit fölépít, azt végül fel is használja, nem csak úgy, Izé felrakja, hogy most eső, essen az eső, kipipáltam. Meg nekem az is benne volt, hogy ilyenkor általában, hogyha a gyereksírás hall az ember, ugye összönösen a, ilyen szülői aggodalom jelnik meg benne, vagy pedig frusztráció, ugye attól függ, hogy milyen felkészültséggel vagy a jövőre nézve, vagy gyerekvállásra szemben. És ugye itt, hogyha egy ilyen thrillerben hallottad volna az zokó gyereket, az szerintem kirántott volna ebből a, az izgalmas hangulatból és szerintem ez is jó módszer volt, hogy látod a, a, az arcán a fájdalmat a gyereknek, de mégse ránt ki téged annyira, hogy, hogy ne kövesd ugyanúgy a történetet, mint ahogy eddig, ahogy szépen ugye beleszopódtál. Igen, meg ez, ez így tök jó, hogy, hogy amikor hagyjuk a sírást, akkor az azon az érzéki módon szól az emberhez, ahogyan annak ingert kell belőle kiváltania. De és ez olyan, hogy amikor valaki sírást alkalmaz, akkor ő nem igazán a, a filmrendező, hanem akkor az ő kezéből azt a hatást, amit el akar érni, azt kiveszi a biológia, mert az akkor is azt a hatást fogja kiváltani, amit ki kell váltani, hogyha ő éppen mit tudom mi én, mit csinál. Tehát az mindenképpen az egy univerzális kulcs, és ezért, hogyha ezt kiveszi, és mással helyettesíti, akkor el tudja érni a nem tudom, vagy szorongás, vagy nem tudom pont, hogy fogalmaztál, de a, az, a, a a két érzés helyett a az általánosabb szomorúság érzést, amit így tud közvetíteni a néző felé, és nem csak ez van jelen, hanem a, a gyerek sírást halló szereplőnek az arca is jelen van. És ez az, amit, amit, akkor szoktam fejtegetni, amikor, amikor arról van szó például, hogy, a, hogy hogyan lehet felfogni, ez most peredek lesz, mert nem tudok jobb szót, tehát hogyan lehet felfogni fenomenológiailag a filmet. Tehát mondjuk van a, van a, ó, nem tudom, hogy pont az ongora lecke az a film, de van egy film, aminek, és lehet, hogy az, de amiben van egy ilyen rész, hogy így egy, egy, valakit, főszereplő nőt, azt hiszem, hogy megérintenek egy harisnyán, egy lyukon keresztül. És akkor ez egy csomó különféle szereplőt, akarom mondani, egy csomó különféle nézőtípust el tud különíteni, és egyszerre is tud közvetíteni egy nagyon komplex élményt, hogy akkor most a néző érintő, vagy érintett, vagy akkor most micsoda, és de leginkább az összes egyszerre, és hogy ez például ebben a formában hasonló, mert a, a, az, hogy a filmet hogy igen, hogyan éljük át, hogy most üzé, az a percepciónk, hogy, hogy izé látunk egy síró embert, és akkor a síró embert kapjuk egészen, vagy formálisan kapjuk a szomorúságot, és kapjuk ennek a reakcióját is egy másik szinten. Ez tök más élmény, mint hogyha mi vagyunk azok, akik lereagáljuk. És így távolít el a film a szomorúságtól. Ez kurva zseniális. Egyébként van megcsinálva, ez nagyon fasz. Ettől, nem tudom, ettől a film ez nem csak így formailag lesz jó, hanem így rendezésileg lesz zseniális egyébként. gyakorlatilag minden szempontból maradandót alkotott ugye a rendező, akinek a nevét meg se próbálom kimondani, mert külön szétkaszabolom, az biztos. Hogy van benne elég is, elég erőszak, elég dráma, szenvedés, mindenből van pont annyi, amennyi kell. És sose olyan túlzottan túl, mindig képes építkezni, nagyon szép évben halad elő a történet, a karakterek is folyamatosan fejlődnek, és a, a, meglepetés, ugye, ahogy, ahogy kezdtem, egy Hollywoodi film úgy végződik, ahogy ez a film kezdődik. Igen. És, és, ez, ez mindig egy ilyen, én akkor mindig tudom tisztelni a filmkészítőket, hogy tovább tudnak gondolni egy ezerszer körbeágott koncepciót úgy, hogy abszolút frissnek hat, és mégis van egy alapja, ami úgy tud építkezni, hogy mindenki ezt tud szólni közben. És ez a film ez tökéletesen hozta ezt. Hogy, hogy tényleg belevitte ezt a valóságot, meg ezt a tipikus thrilleres, hát nem azt mondom, hogy fantasy ugye, hanem ezt a feszültséget és drámát, amit a thrillerek szoktak ilyenkor alkalmazni, és külön kiemelném, hogy itt nem volt kifejezetten sok bajomság, hanem itt emberek voltak a szereplők, emberi döntésekkel igen, meg hát ami, ami, esetleg baromság lehetett, az a tudatos ábrázolás, tehát mondjuk a rendőrség részéről, tehát aki azon mondjuk mondjuk nevet, annak a szíve joga rajta, csak azért nem mondja rossznak. Tehát, hogy az egy, az egy mód, az egy, az egy, társadalmi vagy kulturális szempont szerint megközelítendő és értelmezendő, nem tudom, jellege a filmnek, az nyilván nem a, nem, a, nem tudom, pátoszos másik szempontnak szól, hanem, hanem ennek és akkor az ott többet is jelent, hogyha az ember mondjuk történész. Nekünk most éppen nem, csak felismerjük éppen, mert láttunk egy pár filmet. Ja. Igen, meg plusz humor. Plusz humor. És hogy, de ez ilyen praktikus szempont, tehát hogy ez így belőle következik, és emiatt még jobb. Ja, és amit mondtál arról, hogy, hogy ezerszer is újra tudnak értelmezni, vagy ezer egy és is újra tudnak értelmezni érdekesen és újszerűen valamit, ezt most megfognám egy másik oldalról, mégpedig onnan, hogy van a, azért a, a sorozatgyilkos karakterünk, és ugye mi, a ment nézzük, már a film elején elég hamar tisztába jövünk azzal, hogy itt ő a ludas, hogy most akkor ez a kifejezés is helyet kapjon egy adásban, és viszont sokkal később, a filmnek a második felében, jócskán a második felében van egy, egy ilyen reveláció pillanat, amikor amikor talál egy szobát a csávó, a zsaruból lett strici, és ott ez nyomoz, de nincs ott semmi, és akkor nem tudom, ott megint ki akarja valakiből kényszeríteni, hogy akkor most ki van itt, meg minden, és utána meglátja, hogy van a, hogy le tudja húzni a tapétát és akkor látja, hogy elkezd lehúzni, közben elvágunk máshova, tehát párhuzamosan történik az események, és amikor ehhez visszaváltunk, akkor van egy ilyen nagyon komoly reveláció pillanat, tehát hogy amikor így lehántja a szobát, és ott félig le van szakadva minden, és alul előkerül az a, az a démoni rajz, és kurva szimmetrikus az egész, és így áll abban a pózban, és így néz így lefelé, és fölötte a lámpa, úra nélkül is és, és az ablak meg olyan zöld, és össze van rakva, de hát ez, ez nagyon kemény, és a zene is még megkoronázza, és, egy, és az egész, tehát ez, és hogy ugye itt arra kontráznak rá, hogy van egy ilyen nagyon durva pszichopata figura, aki eddig a viselkedésével ezt magáról, mármint azt, hogy ő így ezen a bizonyos módon is komolyan vendő, azt nem igazán kommunikálta le, mert ő akkor inkább nem tudom, a, annak a stratégiának a, az útján, hogy ő majd amiatt, hogy hülyének tűnik, illetve hogy a, amit mond, azzal a rendőrség nem nagyon tud majd mihez kezdeni, kikerül a karmai közül, az, az inkább a humor módján volt tálalva. Viszont amikor bebasszák ide ezt a szobát, azzal a rajzzal, akkor abból valami olyan kurva mély ö, pszichopátia sugárzik, ilyen démonikus dolog, hogy az, az fú, az nagyon komoly. Igen, igen, mert ugye arra is elmegy a film, hogy amikor minket meggyőzni a saz az hogy csak balont, hogy kvázi, mintha nem is tudná, mit csinál, Igen. csak egyszerűen jön, ugye egy bizonyos szinten még mi is elhihetjük, hogy oké, okay, de és amikor a strici karakter is egyre inkább rájön, hogy ez ténylegesen egy direkt kitervelted elmembeteg figura, aki szeret rosszat tenni másokkal, akkor ugye te, benned is így megvan ez a reveláció, hogy oké, okay, ez tényleg egy komolyan vendő, egy konkrétan ellenség, a gonosz megtestesülés ebben a filmben és hogy pont az előtte való jelenet, mielőtt van ez a reveláció, az micsoda, hogy behívják a, őt oda szobára, és a fejére olvassa a másik, hogy te egy beteg ember vagy, és az ilyen típusú beteg emberek közé tartozol, és stb. stb., okay. és akkor kitör belőle a gonosz, és, és átvált erre a részre és így bemutatja ezt, hogy akkor mi van a fejében annak, aki eddig ilyen kis vicceskedő volt, stb., de van egy ilyen, egy ilyen pontja, amire rá lehet tapintani, és akkor kiderül egyébként, hogy kicsoda. Tehát, és ez, ez igen. Igen, és ahogyha néztétek a Mindhunter-t, gondolom, mindkettőtöknek megvolt, így abból is kijött, hogy nagyon sok sorozatgyilkosnak visszavezethető az összes ilyen beteg dolga a szexualitásra. És itt is a szexualitás volt az egyik kulcs igen. Igen. Hát meg ugye, ahogy mondta az ügyvéd is, hogy, a, ugye, hogy mi, 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 miért gondolja, hogy én ilyen vagyok, és akkor mondta azért, mert az összes ilyen beteg állat ilyen. Nem mindenki, aki ilyen a beteg állat, de aki beteg áll, ilyen beteg állat, az általában ilyen. Igen, igen, igen. És egyébként... Ja, ez így... egy jó összerakott film, és a rendezőnek összesen három filmje van, és 2016-ban csinált utoljára. Igen, film, néztem, hogy nem szabadon... volt nagyon aktív, igen. Nem kapkodja el. Ő a koreai Kubrick, tudod, tehát ne, ne kapkodja el, ne. Yeah. És egyébként még, még egy annyit is hozzátennék, hogy a, a cselekmény szervezésnek az a módja, ami itt ahhoz kapcsolódik, ahogy a, az áldozat és a gyilkos ö, kering egymás körül, az igazából egy ismert mód. E, nekem az a 24-ből ismerős, ahol túlszülejtik őket, jönnek őket kiszabardítani, de párhuzamos túszok megszöknek, de megint elkapja őket a gyilkos, és stb. stb., és így megy körbe, tehát ez nekem, amikor 21-et néztem, akkor az olyan jó volt, először olyan meglepő volt, meg stb., és ott nagyon jól megcsinálják, és ugye itt is ez történik, tehát hogy elkapja, aztán megszökik, akkor megint, stb., és van egy páros dinamika ebben az egészben, és mi szoríthatunk ennek egész végig, de végül is ilyen, hát a film végét tekintve mindenképpen, egy ilyen végérvényes, ilyen elvágottság van a között, hogy hogy nem tudom, a megmentés, az úgy nem, tehát az igazából kilátásba sincs helyezve, viszont útközben egy rakás, tök természetes, véletlen tarkítja az egészet, ami egyrészt növeli ezt a, a valóságosság érzetet, ami a horrornak sose tesz rosszat, ami különben ugyanaz a valóságosság érzet növelés, mint ami mondjuk a, a verekedéseknek a, a koreografálásában tapasztalható. Tehát az, az tök jó, hogy ha mondjuk ez a film, ez, ez amerikai lenne, akkor itt én egy, egy percig sem érezném azt, hogy itt valakik tényleg verekednek, még akkor se, hogyha megsérülnek, mert a, a, a nagyon megkoreografált, nagyon profi, akár egy snitben fölvett ilyen verekedős részek, azok, na most megint ez a kifejezés jön, azok olyan kurva sterilek, hogy soha az életben nem gondolnám őket természetesnek. Viszont a koreaiaknak ez nagyon megy. Tehát, hogy a, nem csak ebben a filmben, de ebben a filmben aztán különösen és itt most egyébként kifejezetten a filmvégi bunyó részre gondolok, hogy ott a, a dinamika az, az elképesztő. És nem az, hogy gyors. Tehát egyáltalán nem, a, nem az a lényege, hogy gyors. Van egy tempója, de nem attól kapja az erejét, hogy gyors. Ámen. Igen, amúgy nekem kicsit, amúgy a végén ott a harcnáltal az olyan volt, hogy a film egészére nézve ott itt túl, Elfáradtak, de mégis így hárommal többször verték fejbe a másikat, mint ami amúgy. Igen, igen, valószínűleg ott De már. azt elnéztem, mert igazából ez, szinte még ellenpéldát föl se tudnék hozni, de hogy ott igen, azért annyival még talán lehetett volna jobb, hogyha nem 28-szor, csak 19-szer verik fejbe egymást. Igen, igen talán annak basz, is... Val, vizéb, ilyen basz, nagy darabokkal, nem, basza, nem is igen. Akar, tehát, hanem így vas, üti a fejét, és akkor 25 ször rácsapott, és akkor a 26-ra akkor már oda nyúl valamiért. Azért ilyen kicsit ilyen szemöldök felhúzós mindig. Jó. Ja. Ez, ezt, talán nevítő, annak is. Történt, az, meg a beta blokkolók. <laughs> Különben egyébként annak is jót tett volna ez, hogy, hogy ne verekedjenek annyit, ami egyébként szerintem az egész filmre igaz, meg ha vannak hasonló filmek, és van pár hasonló, tehát mondjuk a Bong joon a Memories of Murder, az nekem kicsit hasonló, az kevésbé akciódús, de hasonló abból a szempontból, hogy ilyen nagyon természetes, nagyon, nagyon sűrű élmény, és nem tudom, egy, egy ilyen filmet végignézni, aztán amikor így hirtelen véget ér, akkor az olyan, mint nem tudom, tehát az olyan, amit leülni valami rohadt kemény munka után. Tehát ez, ez, ez annyira sűrű az élmény, hogy de tényleg, mint, a, mint, valami nagyon mondjuk egy óráig hallgatni a metrót, aztán átmenni egy erdőbe, és akkor így, akkor már a csend fáj konkrétan, mikor ez a film véget ér, azt hiszem, tehát csak az élményre átértelmezve ezt a csendet. Na. Mm, úgyhogy akkor ezzel befejeznénk ezt a három filmes adást, kórai filmekről. Azért nem tartom kizártnak, hogy a jövőben lesz majd három filmes adás, korai filmekkel kettő. Meg aztán még ott, ott menjünk tovább. Igen, is. igen, majd, igen. Három filmes korai adás hat. Tehát így, Van a kettő. De következő az mindenképp a börtönfilmes lesz. És ugye még a közeljövőben ugye befejezzük majd az Indiana Jones szériát is. Lesz sorozat, kibeszéli a Book of Boba Fettről, meg majd egy hónap múlva, március elején a Batmanről is lesz majd különadás. Ja, illetve nem Márható. lesz egy adás, amit lehet, hogy valaki esetleg vár. Hát, Snow ha van, Pierce aki várja, azt... igen, a Snowpiercer-t azt elengedtük. Elengedtük, mint ahogy elengedtük az alapján. Elengedtük a vonatot. Csak... Igen. Igen, mert ennyire rossz sorozatot nem éri meg nézni. Főleg úgy, hogy már igazából most, hogy kijött az új évad, a Netflixen be került a top listába, te szerintem rajtunk kívül senki nem is nézte volna már okkal. Most valaki Úgyhogy mondhatná, igen. hogy, na, nekünk pont ezért kéne nézni, tehát csak igen, annyira de, azért de azt nem, a Snowpiercer elmarad. A Snowpiercer elmarad, ja, de viszont lesz majd animés adás, majd nem, nincs igen, az lesz olyan messze. Majd, igen, nincs olyan messze animés adás. És annyi még, hogy igen, hogy a podcast alkalmazásokon, ahol lehet értékelni, ott értékeljetek minket, lehetőleg minden jobbra. És hogyha írtok ilyen szöveges értékelést, amit tudom, hogy az iTunes-on lehet mindenképp, meg a podcast eddig is, Spotify-on ott nem. De ha írtok ilyet, azt szívesen beolvassuk itt adás végén, ha olyan adáskompatibilis, ha nem az van, hogy szar. Tehát így... Ha szar, azt is beolvassuk, csak akkor be kell, Akkor be kell vállalni a kommentírónak. Igen, igen, igen. igen, akkor, akkor vállalja be a kommentíró, hogy, hogy akkor itt azt én így lereagálom. igen. igen, és akkor igazából annyi, hogy meg, hogy ha valakinek egyébként így hallgat minket, de nem tetszik, akkor adjon egy csillagot, vagy nem tudom, csak akkor így írjon mellé indoklást. Mert igazából arra is kíváncsiak vagyunk. Meg ugye persze minden más ilyenre ott vannak a YouTube kommentek is. Azt hittem, hogy a Mastercard. Igen, valami ilyet vártam én is. Nem. Az is, a Mastercard is ott van. Meg a Youtube komment szekció. De, igen, akkor... nem lehet. Tehát azt... De mint, voltak ilyen poénok, hogy tudod, ha barátnőt akar szerezni, és akkor legyél, baba minden más ott a Mastercard, és ez, kibővítve a következő verzió, minden más ott a Mastercard. Vagy a Youtube komment szekció. Kb. Igen. Vagy bármely komment szekció egyébként, ahol toxikus. Bármely komment szekció. szekció. Bármely komment szekció, igen. És ugye Youtube-on, meg podcast alkalmazásokon hallgathattok. Facebookon, Twitteren követhettek. Discordon csatlakozhattok a szerverünkhöz. Filmnéző gmailcom on pedig küldhettek e-mailt. Röviden tömören. Filmnéző podcast voltunk, nem sokára újra jelentkezünk. Itt volt Gergő. Sziasztok! Jani. Szia figyelmet, sziasztok. És én Lehel, sziasztok. sziasztok.